És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Szevasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Ez most nagyon fura, ez a 6 óra múlt 15 perce, nem azért, mert hogy itt már 7 óra múlt 15 perce, hanem mert olyan szinten verőfényes, brutális napsütés van már most, 25 fok, hogy egyre jobban távolodunk tőled. Vagy tőletek, Feri. Mert hogy brutális az idő. Egyrészt egy órával később vagyunk, kettő, most már legalább 28 fok van. És tehát itt berúgani látszik a nyár. Kinézel az ablakon, te már kicsit látsz. Nem kicsit. Na most utálok benneteket. Most utálok, mert itt kinézel az ablakon, semmit nem látsz. Nézd meg. Jézusom. Figyelj, az a baj, hogy nem beég a háttér, de hogy nem lehet, igen, nem lehet látni semmit, tehát ott már tök világos, és 25 fok. Nálunk az éjszaka fagyok mindenütt, most van egy olyan plusz 3, plusz 8 közötti körülbelül, és vaksötét éjszaka, tehát vaksötét, de tényleg. Atya Isten, hello Anna. Szia Anna. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy ugye az éghajlat sajátosságából kifolyólag, azért tegnap este mi majdnem megpusztultunk, annyira hideg volt. Tehát napközben tényleg ez a bombasztikus nyarat időző hőmérséklet van, meg ez a napsütés, meg minden. Aztán este meg elkezd látszódni egy, mit tudom én, olyan 9 óra magasságában a leheleted a levegőben, 10 óra magasságában pedig akármennyit szeretnénk, nem tudunk ilyen nyári cuccokba oda menni egy szál póló vagy ingbe. Illetve Balázs, igen, ő karaj. Az kicsit de, hogy, vetítés volt. Aztán láttam, hogy zsebre dugott kézzel álltál, azért lebuktál. Ott lehetett érezni, hogy aranyos ez a kis felső, nagyon szép a kivágás. Nagyon modern. Elég nagyon lesz. Modern, igen. Nagyon előremutató, ott át zsebre dugott kézzel, mert az Isten hidege majd megvette. Majd megfagytam. De rájöttünk, hogy ez ilyen egyébként, hogy 1000 méteren vagyunk fönn, tehát ha itt 70 fok lesz napközben, akkor se lesz melegebb este. Mert hogy 1000 méteren vagyunk egy völgyben, és ott egyszerűen megáll a levegő, és ilyen hideg van. Tehát, hogy ez ilyen kétoldalú. Kétoldalú dolog, viszont valójában tényleg kezd bedurranni a nyár, brutális idő. Tehát itt nekünk a stúdióban nem sokára klímázni kell. Mert hogy ha ez ide elkezd betűzni a nap, akkor ez nagyon, nagyon sok kemény lesz. A sok lesz. De műsor után ki is fekszünk. Jó, most fejezzétek be, mert néhányan már gyűlölnek benneteket ezzel, hogy marha meleg van. Akkor ma este már a kis nerc bundádat bekéred a stylisttól? Hogy használjam, vagy ne használjam? Hát, hogy használjam. Mire gondolsz? Balázs, egyre kevesebb ruhadarabot, én leszek az, aki egyre többet fog. Én fogott áll egy izébe, egy őrbundába, egy írhabundába, és Balázs pedig már csak egy rövid ujjúba, strandpapucsba, és mondjuk egy boxer alsó. Én próbálom eladni, hogy jó idő van. Hát én próbálok hazudni, de hát ez tegnap talán... Jó estét kívánunk, kedves! A meleg Afrikából! Ezt de jó, ez a reggeli napsütés, ez nagyon jó nektek. Itt egyre nyomoroncabb a helyzet egyébként, és tényleg most gondolkoztam, hogy nem csoda az, hogy így depresszív leszel télen. Tehát, hogy ti pont látjátok azt, hogy most kinézel az ablakon, tök jó idő, nálunk kinézel semmi, és egyre rosszabb lesz. Azért van sötét, el van húzva nálatok, hogy ilyen sötét? Nincs ilyen elhúzva. Sötét van még ennyi. Ennyi, semmi nincs elhúzva. Én még a nilonfüggönyt is elhúztam, hogy hát, ha több jön be, de semmi. Konkrétan most kezd derengeni a Fradi pálya tetején valami. De az is csak egy sejtés, hogy ez itt a Fradi pálya, illetve tudom, mert ott álltam meg reggel mellette. De egyébként semmit nem látsz, semmit még. Na ez nem hiányzik, ha hazamegyünk. Sok nem. Minden, igen, de ez nem. Ez a tejből köld, és ez a minuszok, és ez a nyálkás idő, ez valahogy ezt így kihagynám. Tehát így a márciusra tudnék előre ugrani. Ja, és akkor ott ez a plusz 12 fel. Addig kibírjátok, akkor hajrá. Addig ki lehet húzni. Pont 2 hét múlva lesz vége a show-nak, ma már szerda van. És utána jöttök szépen haza. Mához 2 hétre vége? Én úgy tudom, hogy szerdáig nyomjátok. Tényleg, annyira összefolynak a napok, de tényleg most, hogy mondod, ma szerda van. Nekünk minden nap tök egyforma, de tényleg teljesen egyformák. Tehát nem tudjuk, hogy szerda, kedd vagy szombat, mert ugyanaz. De most, hogy mondod, valójában tényleg 14 nap múlva vége van. Az jó hír, nem is számoltam. Látom. Most én szoktam a Jannit mindig rémizgetni, hogy még hány nap van, meg mondom neki, mint egy ilyen kakukkosóra megjelenek, már csak 13 nap, 20 óra, 19 perc. Léci, nem mond még egyszer. Igen, köszi. De hogy ezt most már én sem elfelejtettem, mert így teljesen átadtam magam a kintlétnek, de tényleg 2 hét múlva ilyenkor van a final. És aztán másnap mi repülőre is ülünk. Aztán irány Bécs. Vagy Toronto. Irány München. Figyeljetek, következő a helyzet ezzel a kis érkezésetekkel kapcsolatosan, hogy Balázs akaratlanul is magadra húztál egy nagyon komoly bizonyítékot saját magad ellen.
mert hogy kiderült, hogy a világ tendenciája most arrafelé megy drogárusításban, mondom még egyszer, drogárusításban, hogy kérlek szépen, eddig azt csinálták a dílerek világszerte, amerikai tendencia, hogy volt egy olyan oldal, amit most a megszüntetett a FBI, Interpol, nem tudom én kicsoda, ahol te gyakorlatilag mindenféle szégyenérzet nélkül drogot árultál képpel együtt. Na most ezt lekapcsolták a szervert, megszűnt a dolog, és most jön a nehéz ügy a számodra, ugyanis ezek az emberek új fórumot találtak, és ki az, aki ezt a fórumot leginkább tolja? Sebestyén Balázs. Ez az új fórum nem más, mint az Instagram, apukám. Lebuktál, megvagy. Következő a helyzet, az Most értettem, jó messziről indítottad, de most kezdtem megérteni, az miről Instán van szó. Ugyanis a következő történik, hogy dílerek saját magukat szelfizve, a drogot kitéve teszik föl a képeket, és ugye utol lehet érni az instás felhasználót, tehát ha valaki csatlakozik hozzád és követi, akkor kérlek szépen ti tudtok levelezésbe bonyolódni, ahol a vásárló megírja a dílernek azt, hogy ő szeretne mit én 10 gram akármicsodát, és a díler már küldi is. A dílereknek, a még egyszer mondom, a legnagyobb fegyvere az, hogy saját magukat is fölteszik, ezt mondjuk nem értem, hogy ennyire hülye legyen valaki, hogy mit én drogot árul, és fölteszi magát, de kitolja nálunk az instát. Hát ki csinálja, ki mondta azt, hogy ez csak az enyém, ehhez senki más nem nyúlhat. Sebestyén Balázs. És már van 11 ezer elosztó helyem, illetve pontosabban 12 ezer elosztó helyem, akikkel már bizniszelek elég keményen. Na, de nem és csak mindig rendelnek tőlem dolgokat. De ez az egyes szám első személy, azt gondolom, hogy olyan formában indokolatlan, hogy hála Istennek Ferit is belekevertet, hiszen hogyha ránézünk a fotókra, amiket eddig megosztottál, azért jó néhányan Feri is látszik, tehát ő de is te is rajta vagy, a dologba keverni. Én is benne vagyok, és hát természetesen egyéb támpontokat is adtál, például azt, hogy frissen mosott zoknikban fogjuk becsempészni az országba. Ugye? A drogot, igen, hiszen ezek olyan támpontok, amik ránézek az képekre, megnézzük, hogy kik kapták, mik kapták a legjobb lájkok, vagy a legnagyobb like számokat, hát basszus, ezek az igazi támpontok. Azok szerintem dicséretek, hogy az volt a legjobb, nem? Jöjjünk le Instáról, azt mondod? Hát, nehogy lenyomozhatóak legyünk? Nem, azt hiszem, hogy nem tudom, nem, az okniaimat ne fotóz többet. Nem lehet, hogy ott van belőlük jó pár, és viszonylag... Viszonylag sokáig fogunk maradni, akkor Feri hegyen, mert hogyha mindegyiket átnézik, akkor ott azért komoly gondok lesznek. Akkor felakasztom magam, ha neked az okniaidat elkezdik ott kipakolni, az biztos, akkor leöntöm magam benzinnel és demonstrálok. Viszont hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Ezt akartam mondani, hogy nem lehet, hogy az oknia drog, gyerekek. Levendula, kókusz. Tehát Jani zokniaiban van egyébként a cucc, nem? Vagy maga az oknia drog. Tehát gondolom, hogy a Facebookon is csinálják, meg az Instán, meg a Twitteren, mindenhol, akik ezzel foglalkoznak, nem? Hát azok mindenhol csinálják. Menekülsz, hogy csak az Instán? Menekülsz, mi? Hogy a Facebook, meg a Twitter, meg a nem tudom micsoda. Nem, ezt most olvastam, Jézusom, hogy ez az... Feri. De most ugrik be, hogy amit mondtál, hogy lehet, hogy maga az okni a drog, ezért hiányzik fél pár zokni, mert az egyik takarítanő kövér spanglit teker belőle, és elszívta. Egy szürke zokni. Őszintén, lesz valami meglepetés? A reptéren számítsunk valamire? Nem? Semmire. Tudjátok, hogy én nem vagyok semmi? Olyan. Jaj, nem vagy olyan. Hogy? Ez hogy csak én? A ti fegyveretek. Ez, én nem élek hogy ilyen aljas eszközökkel. Pénteki frankfurti járat. Egyébként most az igazat mondtam. Azt hiszem, nem is tudom, hogy jövünk. Ne adj ki. Az összes kártyánkat, légy szíves, ne. Ne teregessek ki mindent. Az a baj, hogy kinyomozzák, hogy igen, az a baj, hogy nagyon akarnak csinálni. Igen, akkor tudják, hogy mikor érkezünk. Hát amikor mi jöttünk, akkor ők megnézték az utaslistát, ami navos barátaink, bekérték az összes utaslistát, és így simán végiggörgették, és azt mondták, hopp, Rákóczi Ferenc itt is van. Tehát ha ugye te mondtad többször, hogy a Kairói járat, meg is ebből mondani. Kairói járat. Igen. Ugye te szóltál nekik, de ők nem így mennek ám, hogy te majd szólsz, és akkor ő kivonul, hanem azt mondja, hogy oké, kedves Ferihegyi repülőtér, kérem szépen az utas listát, tehát ő még azt is megnézte, hogy én felszálltam-e a gépre. Érted? Úgyhogy te hiába mondasz most bármit, mert ezek a fiúk így átfuttatják a számítógépen, beírják a két keresett nevet, Sebestyén vadon, és ki fogja dobni, hogy te Frankfurtban felszálltál-e arra a gépre, vagy te Frankfurtban kocsit béreltél, és körbejössz Finnország felé.
Úgyhogy nem nagyon lehet megúszni a dolgot. Én ezért nem ez nem jó hír. Én ezért nem is találok ki nektek semmit. Hát annyira átlátszó lenne már. Ugyan, oda gyerekek! Kell, oda ugyan. Kell figyelnünk az ilyen gyanús jelekre. Tehát semmi olyat nem szabad átvinnünk, ami adott esetben gyanakodásra adhat okot. Például lehet, hogy lecsökkentem az ízesített instant zab mennyiségemet mondjuk 15 kilóra, amit hazaviszem. De az megvan, hogy az senki ember... Senki nem hinné el úgyse. Hát nem, Dél-Afrikából nem tudom mit hozol, tehát a állatbőrt, ha valaki szereti, én nem szeretem a lakásba, a gazdagok gyémántot, Vadon János pedig 15 kiló ízesített zabot. Nagyon jó vagy. Náluk nem lehet kapni. Egyébként tényleg nincs. Hát akkor legyen ez az új biznisz. Hát gyerekek, ezt valahogy csak gyártják. Ha igény van rá, akkor be kell hozni. Nagyon sokat kell hozzod, amíg dobozonként fogsz 200-at, a repülője 100, mondjuk 300 ezer, azért ahhoz elég sokat kell hozni, hogy visszajöjjön. A 200-asával adod, vagy 200-al többel adod, mint amennyiért itt megveszed. De kitaláltam már, meg ki fogom csomagolni, és hogyha az egységcsomagolást, a nagyot, a nagy dobozt eltávolítom, akkor már többet tudok hozni majd. Csak a nettó. Ja, hogy maga a belső csomagolás, és akkor hát, szépen... Új, jó vagy. Meg, persze, jó van, vagy, és akkor picike. Itthon viszont dobozokat fogunk gyártani neki, és kézzel rajzoljuk meg, hogy ízesített zab, és úgy megint el tudjuk adni. Az na, már nem plusz tökéletes. 200, az plusz 300. Mint a tótékban. Ja, az őrnagy úr dobozol. Tudom, de milyen durva lenne, valaki tényleg betenne valamit a csomagunkba, mint jópofáskodunk, és így mondjuk van. Valami komolyat találnának, nem? Mert mondjuk a kopenhágai reptéren majd, ahol ahova le fogunk számítani. Ahol érkezünk, ugye? Ott valaki úgy érzi, hogy mi kézi bogyászunk, megtetszik neki, és tényleg te ilyen ártatlanul féltréfával így jössz be, hogy jaj, hát ez igen. A pajkos Feri biztos. Tudod, kiszednek, még mindig nevetsz, még mindig nevetsz. Én meg ott mondom, hogy az, aj, majd menj már anyádba, az csak banános tofis zab. Na most egyrészt, uram, Vadon úr, beszélek magyarul, úgyhogy elszármazott, hogy köszönetet, tehát az ön. Igen, és egyébként pedig csak szippancson bele itt, csak abban, amitől nagyon boldog a német juhász kutya. Nézze, hogy igen. Mosolyog a kis igen, hogy örül, hogy örül. Tehát ebbe az ez a durva, hogy tudod, itt jópofáskodunk, ráúszítjuk egymással a navot, meg hihi, haha, tudod, és valami félbolond azt gondolja, hogy amíg te kimész a repülőn egyébként pisilni, addig a te kézipodjászodba belerak másfél kiló kokain, amit aztán majd valahol kint a taxisofőr leütve téged visszavesz tőled, ugye, a beépített taxisofőr. És te csak így, tudod, ilyen kis ábrádos arccal így átmész a vám, hogy jaj, de vicces ez a Feri. Jó van, srácok, félreállok, na, nyúra vagyok a helyzetben. Jó munka volt. Jó munka volt. Jó munka volt. És halál komolyan találnak nálad valami nagyobb csomagot. És az egész viccből kerekedik egy ilyen nagyon-nagyon szomorú tudott történet, hogy rendőrségi eljárás, mint a büntetés, börtön, és tudod, az ilyen fura lenne, nem? Tréfának indult, és börtönbe lennél. És ott már magyarázhatnád, hogy nem te. Hát. És aztán csak azt veszük észre, hogy mondjuk a szenteste ilyen vizezett kenyérbélből, cukorból, sztaniol, papírból készített ilyen kis karácsonyfa díszekkel díszítünk fel egy fenyőfa gajat valami dán börtönben. És még ott is az lenne, ott is az lenne, hogy nyilván az én viccem. Tehát, hogy mikor bevinnének a dukiba, akkor is azt mondod, hogy hát azért jaj, ezt jó Feri. Kitalálta a csávó gyerekek, már két hete itt vagyok. Kicsit minden. Hosszú a tréfa, de jó. De ez nem tréfa, nem tréfa, higgyék el. Nem tréfa. Ja, vicces ez a Feri, hát mindjárt jó. Előjön. És még örök is vannak. És csak egy szappan. Igen. Szóval azért tréfálkozunk, de hát mindegy. Majd a frankfurti, illetve hosszul mondtam, a kopenhágai járat. Így van. Azt kell figyelnetek, Feri. Na, hogy állunk játékkal, gyerekek? Mi a nagy büdös helyzet van? Egy-egy. Hello, Ákos. Egy-egy. Na, köszöntek neked a srácok. Igen, tegnap volt valami egy kis hiba. Bauni, hello, szevasztok. Hello, Ákos. Jó reggelt. Láttam, hogy ott beslattyogtál, aztán itt gondoltam. Igen, oda. Én feketébe öltöztem, mint az időjárás. Gyerekek, nem hiszitek el, hogy ma én olyan szinten vagyok, hogy irigylem tőletek azt, hogy van bulvárlapotok. Amit sose gondolni, de annyira... Tényleg interneten olvasom, és annyira a kezembe fognék már egy ilyet, átlapoznám, megnézném, kicsit belenyáladnék. Hát küldjünk egy 40 kilónyit, van itt elég. Figyelj, tud hiányozni az újságolvasás. Tehát a kis reggeli rituálé az, hogy én elolvasom a kis újságot, a bulvárt és a napi gazdasági dolgokat, meg mit tudom, heti lapokat, meg nem tudom, ez egyszerűen hiányzik. És látom előttetek oda trehány módon kiszorva, küldjetek már egy párat. Várjál, beledugom a kamerába, hát ha át. Megy. Milyen menő lenne, így át lehetne adni, nem? Beledugnád és megjönne. Tényleg, csinálnak egy ilyen kis egységcsomagot, egy ilyen kis audio felvételt, amiben minden olyan dolog benne lenne, amit mi reggelenként át szoktunk élni. Bejövünk, Feri, mi van veletek? Semmi, Ákos. Igen,
a csivitelése a háttérből, az újságoknak a suhogása. Igen, ezek úgy tudnak hiányozni. Most majd ezek kezembe fognék egyet. Majd egyébként erről akarok neked beszélni, mert az évezred bulvár húzása van, de most még nem mondom el egy bizonyos ügyben. Na, majd hét után. Találtál egy cikket, ami igaz? Nem. Pont ez az, hogy nem, de ez most nagyon durva. A kettő is megírta. Két külön újság is megírta, és van benne egy apró baki. Illetve nem apró. Majd meglátjátok. Na, elmondod hét után. Jól van. Oké, lehet jelentkezni játékra. Jó? Drága hallgatók, nyugodtan jelentkezzetek SMS-ben. Egyre állunk jelen pillanatban, ahogy Feri is mondta. Tegnap volt egy kis zavar, de egyébként ugye hát nem kimondta a játékosunk. Úgyhogy, ha valaki szeretne, az írjon nekünk SMS-t, várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:47 múlt, pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Feri, ott a másik oldalon Budapesten, mi pedig innen Dél-Afrikából még mindig, és már is mondom a közlekedési híreket. Szolnok Záhony vonalon már most 10 percet késik a MÁV. Ajjaj, gyerekek, ajjaj, rosszul indul ez a reggel. Lassú haladás a Bereg-Surányi határátkelőnél, körülbelül 1 óra várakozási idő, ez taxis Laci küldte nekünk, fokozott rendőri ellenőrzés Szentendrén és Leányfalon. Apuci írta, aztán elkapnám a srácokat játékban. Köszönjük szépen. Zalaegerszeg 1 fok, Tejföl, Ködabringát simán neki támaszhatod, mert megáll. Üzente nekünk Pifu. Debrecenben már szerelik a városi karácsonyi kivilágítást. De jó Isten, de furcsa ezt olvasni ilyen messziről, meg ilyen melegben ráadásul. Húzd fel a redőnyt, Feri, itt az M3-oson már világos van. Kis Talpas küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát meg keletről hát most már igen, a nap. Persze. Keletről jön a nap, 5 nap múlva. Igen. 5 nap múlva jött, akkor kell számítani a jöttömre. Ki volt ez? Gandalf? Ugye ez Gandalf? Így van. Igen. Aztán meg is érkezett időben. Pont időben. Hát én kaporszakálú. Na, úgy állunk, ugye, hogy 1-1 van jelen pillanatban. Elvesztettük a múlt hetet, ami egy csonka hét volt. Úgyhogy nagyon ügyesen játszanak, kapaszkodnak. Nagyon jönnek. Ugye az összesítés most Anna nem írta meg, egyelőre Dél-Afrika, Magyarország vezet. 2-1. Vesztésre állunk. Így van, 2-1. És ha ezt a hetet elbukjuk, gyerekek, csak mondom, akkor végérvényesen, ja nem, még 2 hetünk van, tehát akkor még egyenlíthetünk, de akkor nyerni már nem tudunk. Bizony. Tehát Dél-Afrika, Magyarország már csak 3-3 lehet. Ugye? Jól számolok. Jól. Na, hát ha majd most húzunk egy pontot, mert hogy már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, Tomi. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Tomi. Tomi, te írtál nekünk egy ilyen nagyon kétségbeesett hangú SMS-t, hogy elkaptál minket, hogy megdolgoznál? Ezt te voltál? Emlékszem egy Tomis SMS-re. Igen. Én lennék az, aki próbálkozik folyamatosan. És úgy tűnik, hogy ma rám. Na. Esett. Igen, ma eljött, igen. Azt mondja, hogy több mint 1 éve próbálok bejutni hozzátok, talán ma. Így van, pontosan. Ez mit jelenti akkor, hogy minden nap egy SMS egy év alatt? Minden nap egy SMS, igen. Atyaisten. Olcsó ajándék lesz, ha nyersz. Kedvezmény csomagban vagyok, tehát. De mindent tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen ott tartasz, hogy a Vaterán összevásárolod az ajándékcsomagot, jobban jössz ki, mint amit minden nap egy SMS-sel, de azt mi nem támogatjuk. Jobb így megszerezni az ajándékcsomagot, mint egyébként a Vaterán. Nekem nem az elsődleges szempont, hogy jó, persze ajándékcsomag, csak hogy jártassak végre. Nagyon helyes. Kivel szeretné játszani, Tomikám? Balázs, te lennél, aki választott. Nagyon jó választás. Jó. Balázs, te vagy, aki választott. Anyám is ezt mondta. János kórházban, amikor megszülettem. Igen. Aztán mégis mindig a tesódnak voltak a jobb cuccai. Igen, utána még igen. 20 éven keresztül mindent örököltem, csak igen. Sose volt új cuccom. Milyen szörnyű az. Na! Mehetünk, Tomi?
Indulhatunk, igen, mehetünk. Jani? Na, véreim. 3, 2, 1, fire! Na, Tomikám. Biztonsági őr vagy? Jól olvastam? Pontosan. Jól olvastam. Mit kell őrizned? Mesélj erről, hogy mit csinálsz pontosan. Kérlek szépen, ez Bartalórán háza település, Szabolcs-Szentmihalyi megye, és a helyi település gazdálkodási KFT-nek a telephelyét őrizzük és védjük. Ez elég komolyan hangzik. Van ott valaki rajtad kívül? Igen. Köszi! Te gyönyörű volt! Szép volt, Bali! Szép volt, Bali! Mondta, hogy csukjátok be az ajtót. Ebben belesétáltam, de hát tudjuk be annak, hogy 16 óra van a hátam mögött, úgyhogy... Aj, szegénykém. Hallottam, ez a kölgés összezavart. Ki volt, aki nem tisztelte, hogy egy év után végre adásban vagy, és oda... Mert munkatársaim már érkeznek be, és én még nem indultam, azzal gondoltam, megvárom, hogy itt folytassuk le ezt a játékot, de hát sajnos ez így. Megettem. Ez nem sikerült. Sajnálom, Tomikám, bezavart, igen, hallottam, hogy ott közben jönnek, köhögnek, rákognak, küzdenek még a reggellel, te pedig éppen életedért küzdesz egy rádióban, és ők ezt nem tisztelve egyébként, igen. Éppen beleköhögtek az étterbe, igen. És ez kicsit összezavart. El is buktad, össze is szedtél valami bacit. Na mindegy, hát ez van. Igen. Tomi, viszont bekerültél, nézzük a jó oldalát tényleg. Így jó, van, hogy itt voltál, van, játszottunk. Így van. És én ennek is örülök. Na, mi meg örülünk, hogy sikerült, és te vagy a jó példa arra, hogy sosem szabad feladni, mert hát az ember akár egy évét is vár, van, aki még többet, de előbb-utóbb azért, ahogy szoktam mondani, tényleg sikerül a dolog, jó? Jó pihenés neked, Tomi, ha mész haza. Köszönöm szépen. Köszi a köszönöm játékot. Szép napot neked. Ciao. Ciao, hello. Yes! Na! Kijöttél a baromfi udvarból? Igen. Ugye? Elindultam a Szamár felé, ugye? Ott vagyok, hogy látom a Szamarat, amire majd fölülhetek, aztán Póni Ló, de már kint vagyok a Baromfi udvarról. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nem, még csak a Szamár felé tartasz, még lehet, hogy egy az egész manővernek egy patkonyom lesz a vége a homlokodon, de elindultam. Emlékeztek régen, mikor hosszú-hosszú tereplovaglásokon vettem részt minden játékban, nyertem, és most éppen megyek a Szamár felé. Tehát azért itt van egyfajta komoly visszaesés. De ezekre a tereplovaglásokra már csak te emlékszel. Ez is igaz. De ahogy Tiger Woods is visszatért, ahogy a Federernek is volt hullámvölgye, minden nagy sportolónak is, Michael Jordan is, hányszor virágzott, és hányszor ez jött igaz. Vissza. Most újra elindulok a Szamár felé. Kivéve, amikor baseballozott és golfozott. Ez is igaz, akkor ő is visszament. Mert volt egy ilyen időszaka is a Jordan. Igen, na jól van. Hát akkor így viszont összesítsük és vonjuk össze seregeinket. 2-1-re megadtuk nekik a kegyelem döfést, innen már nem tudnak felállni, fekszenek, még rúgdaljuk őket egy kicsit holnap, és meg vagyunk. Nagyon jó. Kicsit ez nagy képű volt, hogy innen nem tudnak felállni, aranyos, de még lehet. Gyerekek, ott fut a gyáva. Most kellene azt, hogy technikai okokból sajnos holnap után nem tudunk hármasunk esni. Mindent ki kell találni, gyerekek, be kell húzni a hetet. Ha kell egy kicsi csibészség, ha kell egy kicsi aljaság, mindent be kell vetnünk. Holnap gyerekek, pénteken idősek. Félszeg óvodások jelentkezését várjuk. Igen, gyerekek, vérre megy. Hát Dél-Afrikában is hozni kell a kötelező köröket. Úgyhogy nyernünk kell. Na jól van. Hol tartunk? Jönnek a hírek újra, jó? Ákos szerintem felszívta magát, abban az értelemben nyilván, hogy nem a férfi budiba ment ki, hanem hozott új híreket, úgyhogy meghallgatjuk, mi a helyzet a nagyvilágban. 7 óra, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Klassz FM-en. Itt tudom, úgy pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, ott Magyarországon. Hello, szevasztok. Jani. Sziasztok. Itt Dél-Afrikában még mindig verőfényes napsütés, nem akarunk senkit hergelni. 30 fok ma a hőmérséklet, amit várunk, és a rádióműsor után némi napozás és botanikus kertlátogatás vár azokra, akik nyaralni jöttek, mi megyünk dolgozni. Igen. Nézzétek el nekünk, hogy ilyen önzőek vagyunk, és csak magunkra gondolunk, azért az elmúlt napokban mi is a rosszabbik végén voltunk a jótestrésznek, mert hogy itt is nagyon rossz idő volt. De most örülünk, és nagy a kontraszt, mert közben pedig tényleg egyre szürreálisabb olvasni a ködről és a hidegről, de jó egy kicsit kinézni, és abba viszont szörnyű belegondolni, hogy 2 hét múlva már ezt mi is megtapasztalhatjuk, a girlandokat, a kellemes karácsonyi ünnepeket, a feldíszített Andrássy utat, ha éppen nem tüntetnek, és a kellemes karácsonyi ünnepeket,
és gazdag, te jó lesz. Gazdagságban, szeretetben, boldog új éve. Téren karácsonyi vásár, már várom. De jó lesz, de hát elsősorban természetesen azt várjuk, hogy végre a kebrünkre ölelhessük a családot. Jaj, gyerekek, hát az már nagyon jó lesz, igen. Na nézzük a közlekedési híreket. Menj már, innen te ki vagy. A lányod, apa. Ja, megváltoztam. Trafia 61-esen Dobóvár után, ezt Csaba küldte nekünk, Csabi köszi, M3-a 131-es kilométer Nyíregyháza felé kis teherautó durdefekt, gumidarabok az úton, az autó a leállósában, bocsánat, csak jön vissza a marakúja. Karcsi küldte nekünk, M3-a 168-as kilométernél Budapest felé a belső sávban egy elhagyott hatalmas műanyag kamion alkatrész, Akus Peti küldte nekünk. Peti, köszi. Picit papajás a szád. Bocsánat, nem a mangó fölült a felső ajkamra. Talán megúsztam a trafit. Talán megúsztam a trafit a 32-es út 52-es kilométer jelzésénél, mert hogy elbújít a rendőr a bokor mögé, és Józsi izgult ezen. Józsi, hát reméljük, hogy megúsztad, ha jön a levél Vas megyéből, akkor nincs szerencséd. Lassú a haladás Beregsurányi határátkelőn és fokozott rendőri ellenőrzés Szentendrén és Leányfalon. Ez pedig Apuci küldte. Arra is kivi lennék, hogy a bolodon ez az papi. Bataja. Pasi, hogy mondjuk, hogy bataja. Balázs, oda messzire délre eljutnak a hírek Roger nagy tetteiről, gyerekek. Hát olyannyira eljutnak, hogy a 16-os csatornámon csak és kizárólag tenisz megy. 4 vagy 5 féle különböző sportcsatorna van. Az összes többi gombot kivetette a távirányítójába. Igen. Krikettet néznek, baseballt néznek, amerikai focit néznek. Itt a krikettől valami őrület van, tehát megőrülnek. De olyannyira eljut, hogy láttam Bázelt is, láttam a döntőt is, és Párizst is adják, az 1000-es ATP-t, az utolsó nagy ATP egyébként a világbajnokság előtt, ami Londonban van, az O2 arénában. Úgyhogy eljutnak. Eljutnak Roger hírei, persze. A Bázel ez egy új Párizsban. Játékos? Új kedvenced ez így a Bázel? Bázel egy kiváló, Bázel egy kiváló játékos. Egyébként ő győzte le a döntőben Bázelt, úgyhogy megnyerte. Megnyerte Bázelt. És Párizsban van, olyannyira tudom, hogy ma 16 óra 15-kor, vagy 16 óra 30-kor itteni idő szerint játszik is. Uh-huh. Ez most nem tudom, hogy ottani idő szerint mit jelent. Ez az, amit ma nem fogsz látni, de majd ismétlésben. Hát ha 5-re visszaérünk, akkor a második szettet, igen, 2 nyert szettig játszák, úgyhogy Gyoko is ott van, Feri, csak mondom, élesedik a dolog. Na, ha benne vannak a döntőben, akkor van egy kis apróm. Neked biztos kúnád van, mert ott azzal fizetnek, ugye? Van, a helyi, illetve Baninyám van itt, igen. Nadal nincs, Murray gyenge, ott vannak a fiatalok, úgyhogy Gyoko Federer akár még esélyes is lehet, majd a vége felé azt hiszem külön ágon vannak, azt nem nagyon tanulmányoztam. Jó? Jó. Úgyhogy látjuk, hogy ne látnánk Roger nagy tetteit, persze. Én meg állandó rögbit nézek egyébként. Tényleg? A bizony, és nem gyenge színvonalon játszák. Nagyon szórakoztató. Teljesen rákattantam. Nagyon fura, amikor 30 férfi egymásnak feszül, és fölemelik egymást, hogy magasabban legyenek a labdánál, nem tudod, amikor egymás nyakába ülnek, így a kezdőrugásnál, vagy nem tudom mi. Amikor van így fölkapják az egyiket, és így felemelik, és viszik. De olyan fura játék az a rögbi. Az amerikai foci is, de a rögbi is. De írgalmatlanul bírom, amikor beszalad, hogy iszonyú sok tagba szakadt ember, és ott hogy hívják, mindenkinek ilyen fülvédők, egy kicsit így a birkozásra hajazva, ott azért ott is gyűrik rendesen a füleket, minden másodiknak hihetetlen karfiol füle van, pontrugások, amikor, hát nem értem, nem. Még mielőtt egy rögbis megírná, hogy Jani semmi között nincsen a rögbi, ez igaz, de nézni szeretem. Ugyanígy vagyok a baseball, a krikettel és az amerikai focival. Ja, jó, azokat nézni sem szeretem, mert azokból már annyit sem értek, hogy ez az amerikai focit 2 percig tudom nézni, úgy felhúzom magam rajta, hogy idegbeteg leszek. Már nem, hogy mindenkinek jó segge van. Nem, hát egyrészt az egyébként értelmezhetetlen, tehát hogy azt nem tudom, hogy miért erőltetik, tehát hogy miért olyan fontos, hogy mindenki rettenetesen feszüljön. Az azért, mert ugye feketék játszák, és a feketék genetikailag ott kidudorodnak. Tehát itt is néznek az összes feketét, megáll a korsó a fenekükön, de tényleg, tehát valahogy genetikailag olyanok. Elnézést, 4 korsó volt, itt van még 2. De hogy olyan szinten nem értem, és tényleg, hát ezt már sokszor esetem, a Ricsi mindig megpróbálta ezt elmagyarázni, figyeljetek, ez egy érthetetlen játék, de tényleg. A szabálykönyve is állítólag olyan, mint az egri csillagok. Tehát, hogy szerintem ők se értik. Ott van, hogy egy meccs alatt 10%-ot játszanak körülbelül, a többi az beszélgetés. Nem az, hát szerintem nincs annyi. Annyi sem. Nincs annyi. Tehát látsz ilyen füleses embereket CB-n utasítani, nem tudom, jönnek-mennek, 1 másodpercig van a labda játékban, utána 3 percig tapsolnak, ujjonganak, fölállnak, nem történik semmi. De igen. Egyszer hát megtanulom. Az amerikai foci ez gyakorlatilag egy ilyen, na, majd kapom, majd megvárnak. Már ők is várnak majd a repülőtéren, de nekem egy picit ilyen feldiszkózott rögbinek tűnik. Nem, én rájöttem, hogy miért nem szeretik az amerikaiak az európai futballt, elfáradnak a nézésben. Tehát, hogy az amerikai fociban ugye 1/2 percig történik, amit a 3 percig, akkor pihensz, iszol, eszel, a focit 90 percig nézel. Egyszerűen nem bírják. Nem tudják értelmezni, hogy itt 45 percen keresztül folyamatos játék van.
Az amerikai fociban maximum 10 másodpercig van játék, nem? És akkor sokat mondok. 10 másodperc nincs. Egy ilyen előre rohanásnál, vagy mi ez touchdown, vagy mi ez? Igen. Hazafutás, nem az a baseball. Nekem az a fura egyébként. De hülyék vagyunk ehhez. Igen, de ezt elővezettem, tehát majd hallgassatok vissza majd a best of-ba. Jó, az elején mondtad. Így van, így kezdtük egyébként, hogy ez is hülyék vagyunk, de például ezt nézzétek meg, hogy a rögbiben mennyivel kevesebb a védőfelszerelés az amerikai focihoz képest. Hát pedig ugyanúgy a test elleni küzdelemről van szó. Hát igen, a rögbi az a férfiak játéka, a travik játszák az amerikai futballt, nem? Hallottátok, ugye? Ő mondta. A komplett magyar-amerikai futball válogatottat vesztettük el. Nem, ők is várni fognak. Ne, gyerekeket. Sziasztok, mi vagyunk a Budapest Wolves. Balázs, itt leszálltok már. Ott a 30 ember, tudod, ilyen védőfelszerelés, hogy sisakban labda, ezt kapjál, Bari. Száz Budapest! És tudod, egy labda landol rögtön a homlokodon. Igen, azonnal bosszút állnak. Na, mondtad, hogy... Ja, bocsánat, bocsáss meg, bolcsás. Na. Sorry, Schuldigunk. Gyere. Ha már mondtad, a defektet. Fenn vannak a hétvége történései, dokumentálok, képek a Facebookon. Igen. Tök jók. Igen, nincsen. Igen, no problémo, amigo. Biztos nem látszik azt, ki a kőműves dekoltás Balázsnak? Nem látszik ki, nem, erre kifejezetten ügyeltünk. Oh, kinek a képe, Erikának, vagy kinek a képe? Is. Úgy válogattuk össze, egy igazi best of-ról van, semmi nem látszik ki, semmi kompromittáló, kellemetlen kép nincsen. Erre külön felhívtam egyébként a Laci figyelmét, akinél aljasabb ember nincsen ebben a szobában, ezt tudjuk. Laci olyan gondosan megnézi ezeket a képeket, előválogatja, a Laci erőíres. És amikor szólsz neki, akkor így megvonja a vállát, hogy hát, bocsi! Tök emberi mér. Ez Isten vagy. De nincs gond velük egyébként, és meg lehet nézni, ugye elmondtuk, hogy a hétvégén volt egy ilyen kis balesetünk, a Balázzsal egy viszonylag kevéssé lakott területen, ahol villanyvilágítás sincsen, sikerült eldurrantanunk az egyik gumminkat, amit aztán pánikszerűen kb. Az már forma egy szint lenne, de egy 10 perc alatt lecseréltünk. Na, ugye látom a képeket. Ott a kis autó, jaj, de jó, hogy szeretem azt a kis pólót. Na, mondtad 7 óra előtt, hogy mondani akarsz valamit? Vagy így van. Valami olyan bulvárhírről, ami hozzánk nem jut el, és felfedeztél valamiféle kis csalást ebben a bulvárhírben? Hát valaki hazudik. 6 óra után mondtad. Igen, na, hadd mondjam ki, hogy valaki hazudik, a két legnépszerűbb bulvárlap van a kezemben. Kozsó állapotáról tegnap már beszéltünk. Kozsó most ugye a bulvárlapok szempontjából megint egy érdekes tény lett. Hát sajnálatos módon ez ugye így működik, ha valakinek baja van, akkor rögtön előkerül. Elmondtuk ugye tegnap, hogy mi is nagyon szurkolunk neki, szeretjük és jobbulást kívánunk. Na, hát erre vonatkozólag ugye mind a két bulvárlap elővette ezt a sztorit. Az egyik, amivel kezdem, az ugye egy szomorú hír. Kozsó kapcsán ő néhány hónappal ezelőtt elveszítette az édesapját, és erről van egy kis féloldalas összeállítás a kisebbik méretű és példányszámú lapban. Tehát egy tény közlés, hogy szegény nem elég, hogy kórházban van, még ugye néhány hónappal ezelőtt megtörtént ez a tragédia is. Na várjál, mert most jön a másik, a nagyobbik bulvárlap, aki a következőt írja. Kozsó édesapja szerint hatottak az imák, nagyon hálás vagyok az embereknek, amiért ennyire aggódnak a fiamért. Hogy akkor gyerekek, tehát hogy akkor mi van? Érted a dolgot, hogy mi a problémám? Hogy valószínűleg ez a cikk úgy született az egyik labban, hogy hát valaki azt mondta, hogy gyerekek, nem írjuk meg, hogy a Kozsó apja mit mondott. És hát sajnálatos esemény az, hogy a másik meg pont megírta, hogy hónapokkal ezelőtt történt ez a tragédia, amit Kozsó nem vert nagy dobra, de most ők hát ezt megtudták, és akkor megírják. Tehát, hogy érted? Tényleg itt tartunk, hogy szegény Kozsó ott fekszik a kórházi ágyán, mindenki szorít neki, szerintem aki nem szereti őt még ilyenkor, az is azt mondja, hogy gyerekek, hát azért épüljön föl ez a fiatalember, és akkor írni kell valamit, az egyik megírja, hogy nincs, a másik meg megírja, hogy hát az apuka újra beszél a fiam, ilyeneket mond, biztató a helyzet, még mindig van ok az aggodalomra, hisz Kozsó egy hétig biztosan az intenzíven marad, idézik az édesapja szavait. Hát mit szóltok hozzá? Kemény. Kezdés, kemény szakma. Tudjuk, hogy melyik a nem igaz? Mert elvileg nem. Ez bármelyikről kiderülhet, hogy nem igaz. Akár az is, hogy pár hónappal ezelőtt elvesztette, vagy akár az is, hogy ugye most nyilatkozott az édesapja. Igen, igazad van, tehát nem tudjuk, hogy melyik az igaz, de vélhetőleg valaki kamuzik. Vagy két édesapja van Kozsónak, amit így nehezen tudok elképzelni. Először magam is elkezdtem gondolkozni, mert az
A címe az egyiknek az, hogy Kozsó apukája nyilatkozott, de később tovább olvastam, és benne van, hogy az édesapja, tehát nem az van, mert nem tudom Kozsó családi hátterét, lehet, hogy van egy édesapja, és van egy nevelőapja, de nem ez történt, mind a kettő az édesapját említi, mind a két cikk, nem tudom, hogy melyik az igaz, nem néztem utána a dolognak, én csak erre a hát kis a ellentétre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy valaki benézte. Ez megdöbbentő. Valaki benézte. Valaki, tehát valaki ezt csúnyán benézte. Igen. Vagy kreált egy hír, csak hogy címlapra tudja tenni, nem? És azt mondta, hogy közben is azt elfelejtették, hogy ez a dolog mondjuk, ha ne adj Isten megtörtént 3 hónappal ezelőtt, akkor ez effektíve egy hazugság. Vagy a másik az, ahol ugye azt állítják, hogy nyilatkozott az édesapa. Tehát a kettő nem stimmel, valójában így van, nem tudjuk, hogy melyik bulvárlap mond kivételes igazat, ha igazat mond, de itt valami nagy kamu van. Nagyon komoly. Csak annyit írtam be a keresőbe egyébként, hogy Kozsó édesapja, és egymás alatt van a két cikk, azt mondja, hogy az egyik, hogy apját gyászolja a kórházban Kozsó, az 4 órája lett feltéve, illetve Kozsó apukája újra beszél a fiam 12 órája. Na, akkor a netán is fenn van a dolog. Így van. Szóval izgalmas. Az elképesztő. Nem, meg se lepődöm egyébként. Szóval, hogy olyan csúsztatások vannak, és akkora hazugságok sokszor, ami nem, hogy köszönő viszonyban nincs a valósággal, de hogy meg sem közelíti azt tényleg. Tehát amikor teljesen más, de például az énesküvőmről az egyik bulvárlap úgy tudósított, mintha ott lett volna, az eszem megállt. Tehát de mi? Sebestyén Balázs esküvőre percről percre? Vagy nem, mi volt? Ugye nem kaptak meghívást, és utólag tudták meg, egyébként a két bulvárlap közül az egyikről van szó, hogy nekünk megtörtént az esküvőnk Vikivel. És megszólaltattak egy nénit, lementek oda másnap, mert csak másnap jöttek rá, vagy harmadnap, hogy Röjtök Muzsajon volt az esküvő, és megszólaltattak egy nénit, mert nálunk volt ilyen kis lámpionneregetés, és az egyik néninek beesett a kertjébe egy piros lámpion, és megszólaltatták, hogy igen, hát beesett a kertembe, majdnem meggyulladtunk, aranyom, jaj, szörnyű, hol tüzes kerekek estek az égből. Mondta a nénit, de nem is ez a lényeg. Igen. Jaj, ezek a mai fiatalok aranyom. Jaj, alig tudtam eloltani a hétköznap. A nénének fogalma nem volt semmiről. Elmondta, hogy hát ő nem tud semmit egyébként, és utána lehoztak egy komplett kamu cikket, ami arról szólt, hogy ők ugyan zárt körű volt az esküvő, és nagyon kevesen voltak, de ők ott voltak. És hogy ők meghívottak voltak, és én szombaton megtörtént az esküvő, és én hétfőn olvasom, hogy Balázs egy kis kápolnában mondta ki az igent, hát nem, hogy kápolna nem volt, de hogy a közelében nem voltunk kápolnának, titoktartási szerződést iratott alá az ott jelenlévőkkel, nyilván nem volt ilyen, hajnalig ropták a táncot, és nagyon nagy dajdajozás volt. Aztán pedig felgyújtották a községet. hajnalig ropták, munkatársunk mondja, hajnalig ropták a táncot, és nagyon jól mulatott a nászt, 11 órakor egyébként mindenki aludt, mert nem volt nálunk se vonatozás, se nagy buli, semmi, tehát teljesen más típus volt a dolog, és a kápolnai szertartáson a család közül is csak néhányan mehettek be, mert nagyon kicsi volt a kápolna, és Balázs mondott előtte egy beszédet, figyelj ezt, ahol felszólított mindenkit, hogy ne fotózzanak. Óriási. És ezt így leírták. És úgy adták el az egészet, mintha egyébként senki nem jutott volna be erre az esküvőre, de ők ott voltak, ők meghívást kapták, és leírtak egy totál kamut. Se kápolna, se tánc, se hajnalig tartó mulatság, se titok aláírási szerződés, se megkérés, hogy ne fotózzanak, semmi nem volt. Jó, de anyukádat tényleg nem engedted be. Igen, mert túl kicsi volt a kápolna. Szerintem, agyám egy picit, jöjjön már ki legyen, és akkor Viki is be tudna jönni egy pillanatra. Jó, aztán meg cserélj már. Szemreben és nélkül írtak egy akkora hazugságot, hogy gondolkoznak ők, ugye? Teljesen mindegy, hogy hazugság, nem az a lényeg. Az olvasó azt gondolja, hogy milyen ügyes ez a bulvárlap, azért ők mégis ott voltak. Kettő, mennyire kellemetlen nekem, én, aki egyébként titokban tartottam az egészet, de azért egy bulvárlapot meghívtam. Tudod, annyi. Még hülyének is tűnsz egyébként. Tehát egyrészt nem voltak ott, kettő, fingjuk nem volt, de hogy hol van az esküvő. Nekik van igazol. Mert miben gondolkodtak ők? Abban, hogy kevesebben voltak ott, mint amennyien nem. Érted, most ez a 30 ember mit számít, miközben pedig az egész ország meg azt gondolja, hogy ők igazat állítanak. És ők úgy gondolkoznak, hogy a dezinformálás, vagy egy olyan információ nem igaz, ennek a leírása az még mindig erősíti a bulvárlapot, mert azt a képet sejteti róluk, vagy érezteti az olvasóval, hogy igenis ott vannak, igenis fontosak, igenis egyébként őket azért erre az esküvőre meghívták. Aztán ugye mi történik ilyenkor, ha te perelsz, akkor ugye azért fura a magyar jog, mert
nem arról szól, hogy ne őket kötelezi arra, hogy mondjuk helyreigazítsák a dolgot, hanem ha hosszú peres eljárást akarsz, akkor neked kell bizonyítani, hogy milyen károt származott a cikkből. És két éven keresztül, ugye, te folyamatosan bíróságra jársz, hogy te bebizonyítsd egyébként, hogy az oké, hogy ők hazugságot írnak, de bizonyíts be, hogy neked ebből milyen károd lett. Ha csak nem történik mondjuk X napon belül egy helyreigazítás, de az is ugye... Igen, és geodéziai, meg építési dokumentumokkal, helyrajzi számokkal próbálnak bizonyítani, hogy nincs kápolna. Nézzék már meg! És akkor én nem érdekelt az egész, meg hagytam a fenébe, meg egyébként nevettem rajta, csak gondoltam, hogy atya, úristen, mennyire szánalmasak, hogy járhattam volna ezért bíróságra, és akkor két év után születik egy ítélet, hogy igen, most akkor... Jó, akkor nincs. Na jó, nem volt kápolna. Jó, nem volt kápolna. Jó, még ezen bulvárlap ellen egyébként nyertem pert, amikor sok-sok millió forintot fizettek, mert hogy akkor viszont azért ezt végigjártam. De hogy döbbenet, tényleg. Tehát egészen addig, amíg nincs károd belőle neked, személy szerint ő azt ír, amit akar? Nem, mert nem feltétlenül így van, nyilván tudsz helyreigazítást kérni, ha helyreigazítás egy adott időn belül megtörténik, akkor arra van lehetőség, azt hiszem, hogy ez 30 nap, de ha valami olyat írnak, akkor neked másfél-két éven keresztül kell végigjárnod a dolgot, és kvázi még egyébként neked kell bizonyítanod, hogy a megszületett cikkből milyen hátrányait származtak, így van. Persze, hát most ez nagyon egyértelmű, hogy személyiségi okokat sért, vagy becsület sért, vagy nem tudom, akkor azért azt gyorsan megtárgyalják, de ha például mit tudom én, lehozzák a te címedet, hogy hol laksz, vagy lefotózzák a házadat, és ezt berakják az újságba, és ezt te nem járultál hozzá, akkor 2-3 évig jársz bíróságra, ahol összegyűjtöd a bizonyítékokat, hogy neked ebből milyen hátrányod származott. Az mindegy, hogy ők jogsértést követtek el, akkor is te vagy az, akinek bizonyítanod kell azt, hogy ez neked miért rossz. Az a baj, nem is, ugye, nem is az anyagi károl van itt, hanem például az erkölcsről, hogy mondjuk Teri néni, a nagynénéd rád telefonál, hogy Baláskám, ez ezt nem gondoltam volna, hogy a kápolnáma már nem hívtok el. Én, aki ott voltam a keresztelődön, megtanítottam a mi atyánkot. Aha. Én vittem a templomba. Azok a nagykövér százasok. Húsvétkor. Azok jók voltak, mi? A kápolnába meg se hívtok, szemetek. Tudod, mennyi nyugdíjában? Igen. Na, szóval, hogy tulajdonképpen csak így kell olvasni ugye minden hírt, amit az ember a bulvár sajtóban olvas, fenntartással, névi távolságtartással kezelni. Visszatérve szegény Kozsóra, igen, hát ez is elképesztő, mert itt akkor valaki nagyon nagyot lódít egyébként. De hát ezt mindannyian tapasztaljátok azért, hogy vannak csúsztatások egy-egy szinten. Persze, csak ez most annyira eltérő, tehát az, hogy mondjuk rólad írnak valamit, és ugye, mint például az esküvődről, az se érted, hogy az miért jó, illetve nyilván értem, meg el is mondtad, hogy első lesz az újság tőle, egy olyan piacon, ami ugye nincsen, mert senki nem volt ott az esküvőn, de itt, hogy két ennyire ellentétes info, tehát, hogy itt valaki nagyon benézett valamit, az biztos. Kövesd már ezt a sztorit, most jó. Már csak szimplán kíváncsiságból, hogy most akkor ki az, aki ekkora luftot rúgott. Aki benne egy tippem, de nem akarom mondani. Ne is mondd, mert aztán meg így járhatsz valahova. Ja, előre köszönnek már a bíróságon. Sajtóperit nyerni vagyok jöttünk. Kettes kapu. Már van egy külön kapu, ahol át se vizsgálnak. Tudom, ezt a bíróságról azonnal megnézik, iratok személyi, át kell menned egy kapun, és külön kaput építek. Igen, sajtóper? Menjen. Nyerünk, Sebestyén úr! Igen. Jó, na, nézem igen. Akkor, hogy mi lesz, mikor jön ki a helyreigazítás, ha lesz egyáltalán, úgyhogy figyelek, akkor megnézem. Én egyébként azt se értem, megmondom őszintén, amikor úgy keltik valaki halálhírét, és ez számomra teljesen megfoghatatlan egyébként, hogy mi abban a jó, hogy egyszer csak te elindítasz egy olyan levelet, vagy egy olyan posztot, vagy az, hogy megosztod és átveszed, mert elhiszed, az oké, de aki elindítja, nem tudtam rájönni a lélektanára, hogy hány embernél olvasod, hogy tegnap előtt, mit tudom én, meghalt. Ugye ez volt a Chuck Norris-tól kezdve, a Bud Spencer-en keresztül, szegény Kozsónál, és akinél ugye nem győzünk hangsúlyozni, tegnap is beszéltünk róla, még nem ezen cikk kapcsán, hogy jobbulást kívánunk neki, és nagyon drukkolunk, és kedveljük őt, hogy abban mi a jó, hogy ezt te elindítod? És akkor ezt sokan átveszik, és aztán rájönnek az emberek, hogy ez nem történt meg. Tudjátok, mire gondolok? Amikor egyszerűen csak valaki bedobja, hogy hallottátok tegnap este meghalt, ez valahonnan elindul. Tehát valaki úgy kell föl, hogy ezt kirakja, nem?
És utána elkezdik az ez emberek. Ez a hírszerkesztő Jolly Jokerek, tudod, amikor már tényleg nem történik semmi az oké, nem, azt újságban azért ritkábban hozzák, én arra gondolok, amikor Facebookon megosztják. Tehát amikor Facebookon valaki földobja, hogy hallottátok, tegnap éjjel 11 órakor meghalt. Nem igazad tud, és nem érted, hogy... De ezeket nagyon sokszor ezeket a híreket, amiket így feldobnak, utána internetes sajtóorganumok, amik gyakorlatilag ma már ugyanolyanak számítanak, mint a fűzét nyomtatott változatuk, ugyanúgy átvesznek, és aztán szétspiccelnek mindenfelé a világhálón. Tehát simán láthatod ezt a hírt, nem egy privát Facebook oldalon, hanem valamilyen internetes portálon. Én olyat még nem láttam, hogy konkrét a halálhírt úgy vettek volna, hát azért azt nagyon megnézik szerintem, azt nem merik csak úgy lehozni. Tehát azt nem azt ilyenkor nekik több forrásból kell ellenőrizni. Én arra gondolok, amikor magánember elindítja. Az ellenpélda. Itt van mondjuk az ellenpélda, így van, de amikor magánember elindítja, hogy abban mi a jó? A pletyka. A pletyka, maga pletykálni jó, mert akkor te olyasmit tudsz, amit az összes többi ember nem tud, tehát te leszel majd az adatközlő, és ezzel a többiek szemében te egy magasabb polcra kerül. Na de kiderül fél óra múlva, egy óra múlva, három óra múlva, hogy ez egy kacsa volt, és olvastátok a Facebookon, hogy meghalt. És aztán fél nap múlva, egy óra múlva, két óra múlva kiderül, hogy vagy az illető cáfolja, hogy köszönöm szépen, egyébként egészen jól vagyok. Írni legalább is még hát tudok. Igen, és hogy semmi baja. És mondjuk nagy emberek esetében ez előbb-utóbb kiderül. Tehát, hogy egy-két nap, vagy mit tudom én, egy hét leforgása. De én például a Rákóczi férjének az oldalán is látta, hogy szerintetek meghalt az a disznó? Én nem tudom. De alja, a disznók meghaltak. Én még jól vagyok. Feri oldalán néhány disznó már kirehelte a lelkét. Azért érted, lehet az is csak dezinformáció. De nem így van, és elindítják, és ez is tényleg teljesen hihetetlen, és aztán egy óra múlva olvasod, hogy nem, nyilván csak kacsa volt, és nem tudod ezt a dolgot hova tenni. Na jól van, 7:30 pontosan 3 perccel. Ha valaki szeretne velünk játszani, nyugodtan jelentkezzen SMS-ben. Jó, mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Gyorsan van egy-két közlekedési hírünk. Az M3-as autópályán a 205-ös kilométernél Budapest felé van egy trafi. Ezt T. Gabi küldte nekünk. Gabi, köszönjük szépen. És a 47-es főút 117-es kilométerénél éberék készítenek drága fotókat nehéz lábú sofőrökről. Ezt Speedy küldte nekünk. Köszönjük szépen. 7:03, Óven bácsival és Berunénivel játsszuk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk Faradon Fehér Szeátból, mérik a csorna felől érkezőket, ez Ferri küldte nekünk. Máté Szalka és környékén takaros ködereszkedett a nyakunkra, majdnem csak tapogatjuk az utat, hogy jó irányba haladunk-e, ezt Tojás küldte. Aztán trafi, a külső Váci úton befelé a Selkútnál, a Budapest Bankkal szemben állnak, vigyázzatok. Az M3-as autópályán a 205-ös kilométernél Budapest felé szintén mérnek, ezt Gabi küldte nekünk, és a Sertéstelepnél Mezőberény és Békés Csaba között van egy trafi. Ez milyen pontos, nem? A Sertéstelepnél Mezőberény és Békés Csaba között, ezt Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, és egy nagyon érdekes ellentmondásról beszélgettünk már, ami ugye a bulvár sajtót illeti, és arról, hogy milyen igazságtartalma van azon híreknek, amik ezekben a lapokban megjelennek. Nyilván nem állítjuk azt, hogy egyiknek sincs, de ugye pont Feri vette észre ma reggel, hogy az egyikben Kozsó apukáját említik, aki nyilatkozott, a másik bulvárlap ugyanazon a napon megjelenve egyébként arról beszél, hogy szegény Kozsó most kórházban van, és néhány hónappal ezelőtt nem beszélt róla senkinek, de elvesztette az édesapját. És hogy azért hát ez egy erős ellentmondás, itt valaki vagy téves információkra hagyatkozott, vagy csak azért írt valamit, hogy többet tudjon eladni a lapból, ezt nem tudjuk, minden esetre érdekes. És arról kezdtünk aztán beszélgetni, hogy például abban mi a jó, ha valaki halálhírt oszt meg a Facebookon, ugye hát ez tényleg Schumacherrel kapcsolatban is nagyon sokan írják nekünk, hogy ez is ment hosszú-hosszú heteken keresztül, minden nap valaki bedobta, hogy ő tudja, és aztán ezt nagyon sokan megírják, vagy megosztják, és Ádám írja SMS-ben. Ez egy érdekes dolog, hogy az a legrosszabb a kamu hírekben, hogy lájkolni kell, vagy megosztanod ahhoz, hogy lásd a teljes hírt. Csak egy szenzációhajház címet látsz, és az ostoba emberek rá is kattintanak, megosztják, és így terjed nagyon gyorsan a hülyeség, ugye ez bekerül utána a hírfolyamba. Ha azt látom, hogy XY megosztott valamit, már rá se kattintok, mert tudom, hogy baromság.
ezt Ádám küldte nekünk. Igaz, van. Végül is ez nem ostobaság, egyszerűen csak kíváncsiság. Tehát, hogy most ha például én mondjuk egy Kozsó rajongó vagyok, vagy lennék, én tényleg kíváncsi lennék arra, hogy mi történt a kedvencemmel, vagy a kedvencemnek valamelyik családtagjával. Tehát szeretnék ebben az egész témában tisztán látni. Tehát én azért kattintanék tovább, hogy azért osztanám meg. Nekem is van egy-két olyan közszereplő, akinek nagyon kíváncsi vagyok az életére. Aki, hogyha bármi történik vele, akkor adott esetben az engem is érintett, legalábbis ilyen formán. Tehát ez nem ostobaság, ez kíváncsiság. Igen, Sumár az egyik héten meghalt, a másik héten felébredt a kómából. Ez is egy Facebookos oldal volt. Felülmúlt a szegény Jézust is a feltámadásban. Ezt Gergő küldte nekünk. Aurélióról írták a Hír 24-en, hogy autóbalesete volt, és az állapota válságos. Rá egy órára pedig, hogy ugyanez az oldal hozta le, hogy ebolás. És hogy ezért van kórházban. Szegény, duplán beteg. Duplán beteg, igen. Igen. Nem kevés baj van annak a fiúnak. Ugye? Igen. Balázs, csalódtam benned, hogy ilyen smucik vagy, még az esküvődre is sajnálod a pénzt. Se kápolna, se újságíró. Se nagy felhajtás, kevesen vannak, spórolsz rajtuk, se nagy buli, se vonatozás. Három személyes, hordozható kápolna. Se egy jó Demier Rózsi, se a vonat nem vár, éjfélkor, se semmi vonatozás, semmi nem volt, igen. Hát, ja, igen, ez így ment. Érdekes, még itt van egy-két dolog, hogy milyen hírek terjednek, de ezt inkább ne olvasnám. De szerinted egyébként berakták, vagy készítettek egy ilyen kis tárlatot? Ott a néni, aki megtalálta azt az egy darab lampion, mert talán egy nyári konyhába elkülönített egy helyiséget, vagy hátul a góré mellett, vagy ilyesmi, vagy pedig egy ilyen tájházi jelleggel nem rendezett be egy szobát. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Abból az örömteli alkalomból, hogy maguk az évben a harmadik látogatók is benne a Fészer melletti kis Sebestyén Múzeumban. Ha balra néznek, újságcikkeket láthatnak kivágva magáról a sztárról, illetve a kikockázott arcú kedves nejéről, Viktóriáról. Jobbra láthatják az elfüggönyzött különfizetős rész mögött a lámpion. Azt a lámpiont, amit saját kezével gyújtott meg a művész úr. Közepes herejű keleti szél fújt be ide az udvaron mellé a paradicsom palántákja, nem is, hanem a cukkini mellé. Elmegyek Röjtök Muzsajra, lehet, hogy van már egy ilyen múzeum. És a néni a tárlatvezető körben egy sok relikviát nem tud mutatni egyébként. Jó. De akkor is elmegyek, öltözünk rabbiknak. Hát ők nem emlékszik, hogy egyszerűen csak aftának, hogy szalkálok, hogy hónapok nyilvánok. Jöttünk a múzeumba. Igen. Most jelent meg az egyik heti bulvárlapban, ezt is Szájtát olvastam egyébként, hogy ugye Viki kim volt két hetet, és aztán hazament. Szörnyű asszony, de tényleg hazament, de most egyébként halad. Tényleg a gyerekhez, meg a családhoz. És ebből azt tudták kikerekíteni egyébként, így iszonyatosan szánalmas, hogy itt hagyott. Azt a mindenség! Szerintem váltok. Tehát körülbelül, mint egy 6 éves gyerek lennénk, érted? Itt hagyta. Hát mi lesz most vele? Hát itt hagyta. Hát milyen asszony az ilyen? Hát elment. Hát én hallottam is a harmadikról, hogy volt valami pulparlé. Az biztos ő volt. És két oldalon taglalták, hogy mi lesz velem, hiszen itt hagyott. És hát azért így lassan mégis 40 éves vagyok, de hát körülbelül úgy voltam beállítani, hogy 6 éves lennék, nagyon rögtem. Hogy itt hagyott a feleségem, hát milyen asszony ez, hát itt hagyta a férjét, ó, égessük el a mágián, ha hazajön. De azért jó a hír, mert amikor a Viki kijött, amikor a Viki kijött velem, ugye mentünk hozzá, akkor azt írhatták meg, hogy kimegy a férjéhez, és repülőre ül, meg a gyereket ott hagyja. Ha hazamegy, akkor a férje a baj, hogy azt ott hagyja. De ez volt. Hát nem malária tudom. Veszélybe azaz. Jön, terhesen, mágjára vele. Krokodilok fogják. Konkrétan szúnyogok nincsenek, tudod? Tehát annyira európai az egész. Hazament. Most azért égessük el, hazament. Ha terhes egyáltalán, mert lehet, hogy csak tudja, annyit beszélnek ezek a drogról. Mi van, ha felfújta valami? Aha, nincs itt egy nőgyógyász. Senki, aki utána nézd el! Erről szólt a dolog, szóval, hogy elképesztő. Azért erre jár az agyuk egyébként. Ülnek ezek az agyon iskolázott emberek bent a szerkesztőségben, nem? Mi lehet az oka? 8 általánossal, meg 2 szak közéből, amit nem tudtak elvégezni. Tisztelet a kivételnek egyébként. Nyilván vannak azért kivételek. Meg mobilnettel. Minden újságban vannak kivételek. És ebből ezt tudták kikerekíteni. Itt hagyott. Há, milyen feleség az ilyen, itt hagyott. Én nem maradok mellett a nehéz pillanatokban. Mi a vadon van veletem mindig? Vadon meg miért nincs a családja mellett? És a családja miért nincs a vadon mellett? És ez így így. És a Rákóczi miért nincs mellettünk nehéz időben? A Rákóczi a legnagyobb árul. Nagyon jó. Igen, szép. Nem mindegy.
Jól van. Na, oké, játszunk Jóven bácsival és Berunénivel. Ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Jóven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Jóven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia Afrika! Szia Budapest! Szia! Hello! Szia! Hello! Hogy hívnak? Szia, Timi vagyok, Miskolcról. Timi, nem beszéltük már valamikor? 2 hónapja körülbelül. Ne mondd már, hát, hogy ezt nem hiszem el, hogy, de, hogy te ismerted. És nem vagyok Skype-on, most készülök éppen bejelentkezni, tehát az Anna még nekem tényleg, nem is tudott írni. De nem vagyok, konkrétan. Figyelj, megismerem, akivel egyszer... Szaglásod nincs, de hallásod van. Figyelj, nem tudom. Tehát, hogy mondja a várost, a nevet, és hallom a hangját, összetudom belőle. Hihetetlen, tényleg. Én nem ismertem a hangját. Mikor? Mi csináltuk? Nem, ez egy adottság, ne keverjük a két dolgot egymással. Azért ne értékelj túl. Melyik játékban játszottál, vagy miről beszéltél? Ugyanígy a Berunéniben, csak nem sikerült. Aha, te akkor egy ilyen masszív, ilyen kis tapadós típus vagy, nem adott föl, ugye? És nem, akkor jössz újra. Nem, nem adott fel. Nagyon helyes. Mivel foglalkozol? Most éppen iskolába járok, és logisztikát tanulok. Logisztikát tanulsz, aha. Így van. Jól van. És mi volt a dal, amit akkor ki kellett találnod? A Fiesta-tól volt egy szám, a Jöjj vissza. Hát, ha az nem ment, akkor a mai... Oj. Ajajajaj. Sikerülni fog. Helyes. Na, ez a beszéd. Jó. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berú néni, a két kis helyes idős ember, figyelj. Ó. Hol vannak? Aleskát keresik a a csungában. Ornitológiai kiránduláson vannak. A madárhang, de jó ezt hallani, milyen meditatív, nem? Nagyon. Légy szíves, bontsd le madarakra külön-külön, a hallásod tökéletes. Az a vagy, a madarakat kevésbé ismerem. Minden na figyelj, Timi! A madár szakértő, tényleg fölhívjuk. Mutatjuk, mit énekelnek, jön egy rövid részlet, figyelj! Uh-huh. Hát Isten. Jó, hát ezt szerintem nyomhatjuk még egyszer, figyelj. Lada! Atya, inkább menjen a hosszabbik. Hosszabbik, jó, kivettük a bögrét, figyelj. Lada! Talalolo! Ah, Petro Boy! Ez a... És tényleg. Fogalmam nem volt, te jó Isten! Szerettem ezt a dalt régen. Ez könnyebb volt, mint a Fiesta. Gimnazista voltam, amikor egy sláger volt, te jó. Nagyon jó, Timi, ez azt jelenti, hogy a bögre ugyan nincs meg, azt kivettük, de a többi az megvan. Gratulálunk, jaj, ügyes vagy. Szépen, köszönöm. Nagyon, nagyon ügyesen játszottál. Jaj, köszönöm szépen, köszönöm. Kedvenced, Timi, azért ugrott be, vagy egyszerűen csak valahogy kaptál egy ilyen isteni sugallatot? Tehát nagyon rövid részleteket mutattunk. Hogy ugrott ez be? Könnyebb volt, mint a Fiesta, mert azt nem kedvelem annyira, de a Pet Shop Boys az régen nagy kedvenc volt. Na, akkor ezért kellett, igen, hogy ez beugorjon, mert ha az ember ezt nem szereti, vagy nem annyira ismeri, igen, úgy nehezebb lett volna ennyiből megmondani. Igen, milyen kár ezért a bögrél, hát majdnem az is meg lehetett volna. Hozzá lehetne csapni bónuszba. Ja, de sokan vannak ezzel így. Igen, de jó lenne, ha ezt így meg tudnánk tenni, de hát nem, ennél egy picit szigorúbbak vagyunk. Jó, rendben. Jól van. Timi, küldjük neked, ügyes voltál. Nagyon szépen, köszönöm, sziasztok! Köszi a játékot, hello, ciao. Na, én soha nem találtam volna ki. A büdös életben nem tettem volna rá. Pedig a dal egyébként jó? Hát olyan fura zenekar volt mindig. Tehát, hogy így nem tudom. Tehát olyan megfoghatatlanak voltak számomra a slágerei. Nem volt rendes gitárjuk, mi? Azért. Igen. Mindig láttam az arcukat, nem logott bele a lóhaj. Senkike se volt pumacifő. Nem daráltak csirkét a színpadon, és nem hörögtek, és nem volt véres a szemük. Igen. Volt időszak, amikor kedveltem a Pet Shop Boys-t egyébként. Most nem tudom, hogy vannak-e, vagy mit csinálnak, milyen zenét csinálnak, de volt. Biztos, hogy még mindig furára öltözködnek. Igen, volt, amikor szerettem őket. 5 perc van, pontosan 8 óra Ákosunk jön. A legfrissebb hírekkel várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából.
8 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Drága hallgatók, egy jó kis Red Hot Chili Peppers után, de örültünk ennek a dalnak, gyerekek. Hát egy olyan kis vidám zenekar, nem? Nagyon, még ha lájtos a formája is nyújtotta ebben a dalban. Ez egy lájtosabb, dallamosabb Red Hot Chili Peppers dal, de jó, jó, jó hallani őket. Jó igen. Volt. Hello Feri, jó reggelt neked is. Szia! 8000, nem is 8000, inkább 9000 kilométerre. Még mindig meglátlak, és kicsit csodálkozom, hogy úristen, hol tartunk már technikailag, hogy ott ülsz velem szembe, és 9000 kilométerről ilyen zökkenőmentesen csak így. Beszélsz egy mikrofonban, mi pedig itt halljuk. Te hova mész, Jani? Ja, nem csak felültem egy kicsit, nagyon alacsony a szék, tudod. És így marha fárasztó, hogy idő után már azért 8-10-ben is tartom magam itt állal. Az asztallapon, tudod. Maga alá tette a lábát, hogy kicsit magasabb legyen, igen. Az M6-os jó járható Szekszártól Pécs felé ködmentes süt a nap, lisztes küldte nekünk. Aztán a régi 7-es főútvonalon Budapest irányában Balaton keresztül után kamion lerobbant, megrakva akácrönkkel, elakadásjelző háromszög nélkül, vigyázzatok, mert hogy tejfölköd van, üzente nekünk Deni. M3-as bevezető Pest felé jobb, mint valaha Bankos Kriszta üzeni, trafi a Váci úton befelé, a Kagylós kút, Árpád út között, ezt Ati küldte nekünk, Fagyköd felhő sehol, Baranya, Tolnafehér megye egész területén. Ezt Ata küldte nekünk, köszönjük szépen. M7-esen fotóznak a 111-es kilométernél Budapest felé, és hát ott van a kis farádi fehér Seat is, ahogy lenni szokott, Csorna felől érkezőket mérik, mint egyébként minden reggel ebből a fehér Seatból. Döbbenet, lassan oldtimer autó lesz, múzeumban van a helye, de még mindig ott van a kis fehér Seat farádon, és hát valószínűleg még mindig belefutnak néhányan, mert hogy se helyet nem változtatnak, se autót nem változtatnak. Gyerekek, mióta rádiózunk, ez a fehér Seat, ez ott van. Ott van, Farádon, Farád belterületén. És mérik a Csorna felől érkezőket. És ott lesz az idők végezetéig. Igen. Bizony. Simán el tudom képzelni, hogy két papírrendőr ül benne, már nincs rajta rendszám, és ott hagyta valaki valamikor, nem? Igen, azt írja meg, hogy valaki, aki, amikor lepattintják róla majd a rendszámot, és amikor a gumik kikerülnek az autó alól, és felváltják a helyeket a klinker téglák. Igen. Nem lehet, hogy a csávó ott lakik, a rendőr? Tehát, hogy ez neki nem csak szolgálat. Ja, igen, aha, nem volt lakás. Azt mondta, szóval ez a farádi őrs? Igen, igen. Azt mondta az emberünk, hogy figyeljetek, nincs hol laknom, én kiállok ide trafipaxozni, de egyébként meg a hátsó ülésen tudok aludni. De jól hangzik. És akkor hagyjatok rezsót, vezessetek be 220-at. Igen. A tetején gyűjti az autónak az esővizet, egy laborba belemászik. Erzsikém drága, hogyha keresnek, elő vagyok. van egy tekerős matávtelefonja, nem matávtelefon, ugye? Nagyon jó. Van egy vonalasa. Nagyon jó. Igen. És ott éldegél a kocsiban. Most úgy is divat ilyen mikroházakat építeni, hogy kislakótéren laksz, mert rájöttek az emberek, hogy most építesz egy nagy családi házat, van itt én két gyerek vagy három gyerek, és a gyerekek ugye 18-20-25 éves korukban elköltöznek, és akkor ott ültök ketten anyával, amit én 250 négyzetméteren, és erre most ez egy ilyen nemzetközi trend, hogy picike kis házakat kezdenek építeni, mert van ilyen hotel is, és nagyon sok aggó. Hát úgyhogy ő volt az előörs, ez a rendőr volt, aki a legkisebb lakterületet megvalósította. És közben még mér is. Kitermeli a rezsijét. Közben melózik. Tényleg. Megmondják, hogy havi egy mérést megkapsz, te az a rezsit, a többit azt ugye jelenteni kell, és meg is van egyébként. Tényleg döbbenet, évek óta ott áll ez a fehér Seat. Na, egy nagyon helyes videót láttunk Robbie Williams-el kapcsolatban, szerintem sokan látták már, ugyanis feltette a YouTube-ra, megosztotta rengeteg helyen, és ez a videó arról szól, hogy ugye a szülőszobában van Robbie Williams, és a nejével, aki egyébként közben vajúdik, és folyamatosan énekel, és egyfajta táncműsorral próbálja enyhíteni szerelme fájdalmait, aki egyébként látszik ebben a videóban, hogy a pokolba kívánja az egészet, leginkább az, hogy Robi énekelje neki, nyilván a saját számát énekli, persze mi mást énekeljem. Hát. És miközben asszonykája vajúdik, ő vidáman letámasztott egy videót az egyik sarokba, és felvette, ahogy táncol, énekel, és próbálja enyhíteni vajudó felesége fájdalmat. Mondjuk lehet egy picit igényesebb, és mert egy playbacket tol a saját feleségének, azt gondolom, hogy azért egy erősen hakni szagú a dolog, de azért, hogyha belegondolunk, hányan tennénk össze a kezüket, már akkor inkább úgy mondom, hogy hányan tennék össze a kezüket, mert én azért nem vagyok egy nagyon nagy Robi fan, csípem, de azért annyira nem, hogy nekik egy exkluzív Robi Williams koncert a szülőszobában vagy bárhol, hát mekkora presztízs értéke van ennek. De tényleg playbacket? Ez most kiábrándít. Hát, szerintem az. Playback? Persze. Komolyan? Persze. Megy alatt a rendezzene.
Hagyjuk is ezt a hírt. És akkor hallott? Én azt hittem, hogy ő ott valójában letett egy kamerát, és énekelte. Micsoda minőségről. Már a feleségének is csak playback. De várjál, akkor ő megnézte, hogy asszonykája van Judik, letámasztotta a kamerát, elindította a dalt mondjuk a telefonjáról, YouTube-ról, és ő ráénekelt a saját dalára interneten keresztül? Mert az nem gondolnám, hogy ott berakott egy CD-t, bár amilyen szülőszobákban ők azért szülnek, hát ott gondolom, hogy egy-egy a szoba, videó, CD, Bluetooth, tehát ott minden van. És akkor berakta a saját dalát, igen, és ráénekelt. Így van. És kérdőben volt a saját dalára ráének. Come on. Let's go. Egyébként ez konkrétan benne van a felületre, ez tetszett nekem a legjobban, mert ez is. De hát ez így megy, srácok. Hát mit csinált volna? Összeszervezett volna egy, tudom én, egy 3-4 fős kis akusztikus csapatot mögé, és akkor, na figyelj, intette azt is, hogy... 1, 2, 3. Na jó, de nem gondolná az ember, hogy playback-el. Hát azt gondolod, hogy lerakja a kamerát, és énekel valamit. Rumba tökkel játszon addig. Vagy bejátsza csak a zenei alapot, és akkor arra ráénekeld. A playback az kicsit elvesz ennek a szépségéből. De a dolog önmagában helyes. Hogy nagyon helyes. Hogy próbálta enyhíteni kedvese fájdalmát. Aki az egészből valószínűleg nem fogott fel semmit, csak azt érette, hogy egy dologgal több, ami iszonyatosan zavarja, meg kikészíti abban a pillanatban. Hát látszik rajta, hogy látszik a nőn, igen, hogy rettenetesen szenved. Az is látszik, hogy néha ránéz Robira, és próbál egy ilyen félmosolyt küldeni neki, igen. De látszik, hogy közben tényleg a pokolba kívánja az egészét, rettenetesen vajudik, ez a hülye meg közben ugrál és énekel. És közben még ugye azt is tudja a hölgy, a Robi felesége, hogy ez gyakorlatilag 5 millió ember nézi a világhálón, vagy nem tudom, hány követője van Robinak, tehát még így ez van. Is benne van. Igen. És viszont a gyereknek mekkora csemege lesz majd. Apád meg, nézd, apád milyen jó fej volt, akkor is. Apád milyen jó arc volt, igen. Na, és arról szeretnénk SMS-eket kapni hallgatóinktól, hogy egyrészt kinél hogy ment ez a dolog, férfi szemszögből is érdekel, és női szemszögből is maga a történet, amikor ugye konstatálta a férfi ember, vagy hát ezt ugye inkább a nő konstatálja, hogy indulni kell, elfolyt a magzatvíz, ugye megvan ez a bűvös mondat mindenkinél, hogy drágám, fogd a cuccot, amit előre elkészítesz, mert hogy elfolyt a magzatvíz. És innentől kezdve indulnak a bonyodalmak, amikor a férfi vagy nem érti, vagy félreérti, vagy azt hiszi, hogy a nőnek pisilnie kell, vagy nem érti, hogy mi az a magzatvíz. Bemennek a kórházba, a férfi esetlenkedik, vagy nem esetlenkedik, otthon hagyja a kamerát, vagy éppen egészen közelről próbál kamerázni, ami idő után azért kellemetlen. Tehát érdekel minket mindkét oldal, hogy a női hallgatóink hogy élték meg ezt a dolgot, mit csinált közben életük szerelme, hogy próbálta enyhíteni a fájdalmat, és mit csináltak a férfiak, akik közben szerintem a legtehetetlenebbek, hiszen ott van életük szerelme, aki vajudik. Segíteni nagyon nem tud, zavar van, vagy próbálod az egészet valamivel oldani, vagy hülyeségeket beszélsz, vagy te jobban izgulsz, vagy elvágódsz, vagy fogod a kezét, vagy üvöltözöl orvosért, és már látod a gyereket szinte kibújni, és még mindig azt gondolod, hogy nincs ott orvos, közben még nem történik semmi, és van 6 óra vajudás. Tehát ez mindenkinek egy maradandó élmény. Akár így történik, akár úgy. Nagyon nem? Köszönöm. Oldalról nagyon is, köszönöm. Oldalról is. Nagyon köszönöm, hogy az egész ülésünket lefestetted. Tehát de tényleg az elsőt, a Panna születése, az konkrétan így volt. Én fölkeltem reggel, hajnalban mentem akkor is dolgozni, és akkor jön ki a béka, és valamit mondott. Én fogkefével a számban félig alva még álltam a fürdőszobában, mondtam, mindjárt kimegyek, gyere pisilni. Kijöttem a fürdőszobából, és ő ott áll, és nem megy be, és mert ideges voltam, mondom, nekem sietni kéne, hadd mossak már fogat, mennyi pisiljél, feküdj vissza aludni, és akkor értettem meg, hogy azt mondja, hogy elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni. Tehát pisilésre nem volt szó. Ezek után elhaladtunk még valami papírért az anyósomhoz hajnalban, akkor egy ilyen kis kör, majd elmentünk a kórházba, és miután az anyósomékat felhívtam, hogy azonnal hozzanak egy fényképezőgépet, mert az első gyerekünket hát csak megörökítjük, akik elfelejtették otthon, kiderült, hogy az én kabátom zsebében volt a fényképezőgép, tehát ugyanez minden. Be voltál teljesen kész voltam. Pszichotikus állapotban voltál. És utána még onnan mentem az egyik nővérkéhez, hogy tudom, hogy nekem be kell öltözni ilyen gumiruhába, vagy ezbe a műanyagba, tudod, vagy kék, vagy zöld színű, és zöld, mondtam, igen, hogy nekem adjanak valamit. És ő válaszolt valamit, és tovább ment. És én elkezdtem üvölteni, hogy engem ne hagyjon itt, adja ide azonnal azt a kék műanyag ruhát, mert én be akarok menni. És akkor mondta, hogy az előbb mondtam, hogy ott van az automata, és 500 forintot tessék bedobni, akkor megkapja a ruhát. Ilyen menő helyen szültetek? Ez nagyon menő. Ruha automata van, bedobsz 500-at, és kiadja. Igen. Megőrülök. Ruha automata. Megőrülök. Egy baj van, hogy egy méret.
Tehát, hogy nincs olyan, hogy X-i. Ezért hármat kérték. Igen. És a fejedre tekerted. És szigetelő szalaggal próbáltam összefogni őket, egy méret volt. Ez nem volt, ez különösebben menő, Uzsoki utcai kórház, ott van ilyen, 500-at bedobsz, és akkor egy ilyen steril zacskóban kiadja a rucit, azt te fölveszed magadra, és mehetsz beszülni. A legnehezebben kezelhető élethelyzet szerintem, mert minden élethelyzethez azért hozzászoksz. Tehát tudod, hogy hogy kell viselkedned, ha valakit meglátogatsz a kórházban. Tudod, hogy mi van egy születésnapi partin, tudod, hogy mi van egy temetésen, egy köszöntőn, egy keresztelőn, mert ugye mindegyiken részt vettél már, és valahogy az ember bele szocializálódik, tudod? Talán a születés az egyetlen, vagy a családban az új gyermek érkezése, amit egyszerűen a saját izgalmattól se átélni nem tudtad még, hiszen az első. Hallottál már dolgokat, hogy ki mit csinál, de nem tudod, hogy mit kell csinálni. Lepróbáljátok egy csomószor, átbeszélitek, de az egész egy ilyen fura álomszerű valamiben történik, nem? Amikor ott vagy, emlékszel dolgokra, foltokban megvan, hogy csinálsz valamit, de ilyen önkívületi állapotban cselekszel, ugye? És nem egészen tudod, hogy van-e értelme annak a cselekménysorozatnak, amit éppen teszel, vagy segítesz-e ezzel, csak ilyen ösztönösen kapkodsz, csinálod, mész, segítesz, mondod azokat a mondatokat, amiket mondani kell, de valójában nem tudod, hogy mi történik. Nem? Fogalmad és minden ilyen víziószerű. És minden ilyen kicsit víziószerű, bent vagy, fogod a kezét, jön az orvos, kiküldenek, visszamész, nem tudod, meghalt a gyereket. Fej van ott, ahol addig nem volt, és már ilyen vastagok a karjai. Érdekes, ezt nem néztem. Én például a videózást, megmondom őszintén, nem értem. Azt én sem. Tehát a számomra teljesen felfoghatatlan, amikor apukák egyébként, ugye hát hallottam baráti társaságokban is, hogy felveszik. És ugye konkrétan tudok egy olyan történetről, hogy ismerős, nem barát, ismerős, betérdelt a mama lába közé, és kiabált, hogy kint van a feje, és zoomolt. Na most autofókusz! Jajabb lende! Na most nem is ez a lényeg, hogy te ezt ott felveszed, mert oké, hogy felveszed, hanem vannak karácsonyok, amikor a család majd leül és megnézi, hogy mi történt a mama lába között, érted? Megettük a diós beiglit, átadtuk az ajándékot, és most jöjjön Botontka születése, de jó lesz, nézzétek az ott a méhlepény, és a rokonság végignézi, hogy mama van Judit, tehát ezt te valamikor újra beteszed, mert az esküvő videót ugye a nők sokszor végignézik. De egy ilyen lábközé térdelt születési videót, azt kinéz végig, azt hogy ezt minek csinálod, hogy ezt megnézed utána? Nehéz elképzelni, ugye? Hogy tényleg. Anyjuk nézd már, akkor a lánya most vagy amikor csülni. Már sok karácsonykor megvolt, akkor már csak egy átlagos vasárnapi ebéd után is. Lefújtam a videóddal, megint ezt a kis petrezselyemes krumplit rántatósan, anyám. Ugye? Tehát, hogy mikor nézed ezt vissza, mert hogy valaki áll a nő fejénél, és közben helyesen videóz, az jó. De tényleg sokan csinálják, hogy rázumolnak, hogy kim van a feje. És fölveszik az egész folyamatot. Hát azért azt ugye összejött a családszómaton, csak nem teszed be. Nem? Igen. Ugye? Hogy ez fura. És amikor Botontka hazahozza az első barátnőjét, és neki is megmutatják, hogy született Botontka, akkor van az igazi buli. Igen. És amikor elkezdenek... Nézd meg, akkor kukikája van, de így már még kukikája van, Botontkának te. Hallod, kis kukiká. És akkor tudod, hogy Jézusom, mama, papa, ne csináljátok már. Én arra emlékszem, hogy odarángattam magam mellé a szülésznőt, és csináltam egy maszkos fotót. Valamiért úgy éreztem, hogy ezt a pillanatot meg kell örökíteni, és valamelyik telefonomban egyébként ez a fotó még meg is van, hogy állok egy ilyen nagyon kedves szülésznővel, aki nem érti, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy én ott maszkban csináljak magamról fotót. Mögöttem látszik, ugye császár volt, de egészen az ajtó. Ja, kórházi maszkos. Mire nem gondoltál, már, nem hogy egy oxigén maszk? Igen, ne, hogy azt hittem, hogy mit tudom én érted. Gázállarmaszk? Vagy ízének a VUK maszk, vagy nem tudom, valamilyen vidám farsangi maszkot tettél fel, hogy oldjad a feszültséget. Igen, beöltöztem, igen, bádog embernek. Igen, nézd már, itt van Totó. Na, ki vagyok? Apuka, üljön már le. Totó vagyok. Nem, ugye föl kellett venni ezt a zöld maszkot. Igen. És a fejkendőt, ezt a hálót, hogy ne legyen a hajasod semmi egyébként. Azt te kérted, ne az úgy. Jó, igaz. Jó, azt tetszett, én még kesztyűt is vettem, és valahogy azt éreztem, hogy nekem ezzel a szülésznővel kell csinálnom, mégiscsak a Viki élete az ő kezében is van, érezze, hogy én azért így együtt érzek. Oda rángattam mellé, egy ilyen birkózó fogással rászorítottam a nyakára, azt mondja, hogy ilyen fejet vág, mert szorítom a nyakát, és gyorsan csináltam egy darab fotót. Mosolyog! Ez van, az egész születésről egy ilyen kép van. Milyen okos apuka, nem? Csinált magáról egy képet maszkban egyébként. De nem, valahogy ez a videózás, ez nem, a videó nem volt ez, nem, ez nekem nem volt ingerenciám erre, hogy én ott videózzam. Én pedig biztos vagyok benne, hogy itt a zavarban, meg a feszültségben számtalan olyan videóról kezdődik, ahol pont a maszkos apukát nézik az első 15 percben, mire rájön, hogy fordítva fogja a kamerát. Tudod?
Hányan elvágódhatnak? Hány anyuka tartja egyébként az apukákban a lelket? Gondold el, szerintem nagyon sokan csinálják, hogy anyuka egyébként, aki vajúdik, és neki nyilván sokkal nehezebb fizikailag, lelkileg, hát a legnagyobb csoda, de a legnagyobb fájdalom is ugyanakkor. Szomjas, nem a férjem, a férjem. Vágódod, elvágodod. Tehát rengeteg apuka lehet, aki kevésbé bírja a gyűrődést, és ugye nem tudod, hogy mire mész be. Tehát úgy csinálod végig a 9 hónapot, hogy ott leszek, kicsim, bemegyek én is, ott vagyok, fogom a kezed, de amikor ez valójában megtörténik, akkor véged van, ugye? Hát akik gyenge idegzetűek, vagy nem bírják a vért, vagy nem tudom, amikor ott megérkezik a kis... Hát azért ez egy tök komoly szituáció, hát a más esetben, hogyha mondjuk 3-4 férfit találnál a mesztelen feleséged mellett, azért azt gondolom, hogy az így szintén felzaklatna. 3-4 férfit a mesztelen feleséged mellett, aki egy ágyon fekszik, egy más élethelyzetben azért ez kikészítene. De itt? De ott egyértelműen dühös lennél. Egy ilyen helyzet... Nem. Ott is keresnéd a videókamerát. Igen. Na, van egy szülésznőnk, aki valószínű megjárt már nagyon sok esetet. Kriszta, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, te szülésznőként dolgozol? Jól mondom? Igen, én szülésznőként dolgozom 21 éve. Hát akkor, most reggel 10-ig tudsz nekünk mesélni. Hogy hát általában van. Kik a legnagyobb terhek, az anyukák, vagy inkább az aggódó, izguló és néha elájuló apukák? Kikkel van a több baj? Inkább apukákkal szokott lenni, meg a családdal. Ők, akik nagyon szurkolnak. Ők, akik szurkolnak. Van egy-két konkrét történetet, hogy mit kellett mondani az apukáknak, mit csináltak, hogy reagáltak, írtak-e valamit, videóztak, milyen furcsa dolgokat éltél át a szülőszobában? Igen, hát többféle apuka típus van. Vannak, akik ugye nagyon felkészültek, nagyon készülnek rá, tervet készítenek, mi szerint fognak megérkezni, mi történik, aztán az ellenkezője történik, és akkor nagyon meglepődnek. Aztán vannak, akik ugye nagyon felkészültek, és segítenek abban, hogy így vedd a levegőt, ezt csináld, azt csináld, és akkor ebből történnek a vicces esetek, mert akkor volt már olyan a példa, hogy anyuka azt mondta, hogy oké, most marad csendben, túlélésre játszom. De vannak apukák, akik elsajátítják a légzést, és azt próbálják diktálni anyunak, hogy hogy kell lélegezni? Természetesen, és ebbe előbb-utóbb ők lesznek rosszul, majd elájulnak, és akkor így megpróbálják. Igen, mert lehet közösen ezeket a kismamatornákat is ugye közösen csinálni, és akkor itt ezeket az alapokat el lehet sajátítani. Azért ahhoz férfiak nagyon elszánnak kellene, hogy elmenjél egy ilyen kismamatornak. És most. De az azért nagyon kell, nagyon elszánnak kelleni. És akkor mit csináltok? Ki a fontosabb, a szülő, anyuka, vagy az elájult apuka? Vagy arra van egy külön tím, aki kihúzza apukát ilyenkor? Hát igazándiból ilyenkor anyukával szoktunk foglalkozni, apukát azért szoktuk mondani, hogy szolidan itt a sarokba, hogyha gondolja, foglaljon helyet, mert nem biztos, hogy tudunk vele túl sokat foglalkozni, és ott csendben a sarokban lecsúszik a fal mellett, és akkor ott nem okoz problémát. Hát nagyon szürreális lehet, hogy mama vajudik, néha esetleg kiabál, ordít, apuka meg itt csúszik le a széken, és éppen ájul el. Nem is egyszerre két problémát kell megoldani. Hát igen, de ez azért elég ritkán fordul elő. Tehát nem annyira jellemző. Az elő szokott fordulni, hogy apuka túlképzett, és akkor mondja, hogy nagy levegő, toljad, te meg odamész csendbe, és azt mondod, hogy ne, anyuka most ne tolja, apuka menjen ki. Mert én ilyen sztorit hallottam. volt ilyen, de ezt nagyon sokszor inkább a kismamák oldják meg. Igyekszünk azért nagyon toleránsak lenni mind a két fél felé, mert azért valljuk be, az apukának sem egy egyszerű helyzet, de volt arra példa, amikor apuka ez a nagyon szurkolok, nagyon megmondom, nagyon így, és ezt az anyuka egy ilyen jól irányzott, jobb egyenessel oldotta meg. Ne csináld, bevert egyet a férjének, tényleg? Komolyan, és akkor egy 5 percre csendet kaptunk tehát. Még a mamában is volt egy kis adrenalint, nem? Azért, amikor beversz a férjednek, azért ott is dolgozik az Sojna! És apuka elvágódik, tudod, mert a mama leüti, ott azért megvannak az erőviszonyok a családban, tehát apát nem irigyeljük annyira az otthon. Igen, otthon de szerintem, hogy ti ezt úgyis végigéltétek, azért biztos néhány gyilkos pillantással találkoztatok ti is. Persze. Volt gyilkos pillantás, mondjuk az érészemről is. Mi bementünk, ezt elmeséltem már régen, de te szülésznő vagy, akkor tudsz ebben segíteni. Bementünk, hogy a Vikinek most már nem tudom, milyen hány perces fájásai vannak, de nagyon vajudott, meg tényleg nagyon fájt neki, de hát nyilván mindenkinek. És azt mondták, hogy hát jó, hát amíg nem jön az orvos, addig adnak egy algópirint.
az így természetes? Uh-huh. Vagy ezt szokták adni? Ez egy picit mi meglepődtünk. Mondom, miért nem kalmopirint adtok? Vagy egy kalcium pezsgőtablettát? Tehát az algopirin azért az nem segít már egy ilyen erős fájdalmon, nem? Hát ez nem jellemző, tehát nem az algopirin az, ami segíteni tud, tehát az már. Jó, mondjuk a sztorihoz azt tegyük üljük hozzá. Üljük le, kint adnak egy algopirint. Jó. Balázs, azt tegyük hozzá, hogy ti az újszülött osztályra rongyoltatok be először, nem? Jól emlékszem, azt is, mert... Picit túlvezérelt voltam. Segítsek, a felesége milyen. Nagyon jó apuk egy ajtóval arrébb. Nem voltam szimpatikus. Konkrétan az volt, hogy bementünk, igen, és az új, és nem értettem, hogy miért nem nyitja, és fogja a Viki a karomat, hogy neki ez nagyon fáj, csináljak már valamit. Én meg rángatom az ajtót. Nyissátok bárki! Négykor bezárt a büfé, sebestjén, hogy lerángassák az ajtót. Ott nem hiszed el, amikor ott van a vajudó feleséged, egy perc a világ végének tűnet, látod, görnyet, fáj, majdnem sír, elkezdem rugdalni az ajtót, annyira ideges voltam, hogy miért nem jönne ki a szülészeten, hát itt van a bajba jutott nő, aki mindjárt, és jön egy ilyen álmos nővér, tudod, tapogatózza, jön ki, apuka, ez az újszülött osztály, menjen egyet fejre. Úristen! És már elkezdesz a saját valóságodba létezni. Viki, álljál már le! Hagyjad már, majd ezt elintézzel rám! Nyisd ki azt a hatajtót! Tudod, és nem is akkora kellemetlen, ugye, amikor az a nővér elmondja, hogy apuka, maga barom, menjen már egyet fejre, az újszülött, hanem amikor megérkezel a kisdeddel, hogy itt vagyunk, és ugye ugyanaz a nővér jön veled szembe, aki két nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt, ugye látta, hogy agyonrugdastad az ajtót, igen. Az mit jelent egyébként, hogy van olyan Krista, aki nagyon precízen készül a szülése? Mi táblázatot vezetnek? Vagy nem is értem, hogy értékelik a szülés? Vagy... Akár. Tehát a vajudásról nekem az egyik olyan volt, amikor azt is gondolom, hogy elég toleráns vagyok és türelmes, de akkor én is elgondolkoztam azon a mondaton, hogy most akkor lehet, hogy ezt abba kéne hagyni és kimenni, amikor apuka laptoppal érkezett meg, és gyakorlatilag a fájások sűrűségét, erősségét, hosszúságát egy Excel táblázatban. És akkor a végén volt egy értékelés? Vagy mit csinált ezzel az Excel táblázattal? Hát erről már nem tudok, de akkor sem igazán értettük, hogy ez most tulajdonképpen miért is fontos abban a pillanatban. Papa erősen műszak is volt, azért megérkezett a szülés egy Excel táblázattal, nem? Ennek a fájdalomnak még nincs itt az ideje. Nézzünk egy összehasonlító táblázatot. Az éves statisztika alapján a szülőnők 80%. Papa kicsit informatikus vonalon. Ebben a periódusban hasonló diagramokat produkál. Jaj, és otthon szüléseket is csinálsz egyébként, Krista? Nem. Tehát csak és kizárólag a kórházban. Jól van, hát köszönjük, hogy telefonáltál, örültünk, hogy beszéltünk. Jó munkát én neked. Köszönöm, sziasztok. Sok hello. Szülést. Köszönjük szépen, ciao, hello, szia. Hello. Na, drága apukák, anyukák, tessék vallani, ki hogy élte meg, ki hogy vajudott, mit csinált a kétségbe esett férj, mit csináltak asszonykáitok, amíg ti sertepertéltetek a konyhában, és próbáltátok az utolsó cuccokat is összekapni, mi történt a kocsiban, mi történt a kórházban. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 0670! Én úgy hallottam, egyszerre mondtuk. Ebben nem tudsz győzni, Feri, úgy hallom. Hát a 645-00-00, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak, itt vagyunk. Hello, Feri. Hello. Hello. Igen. Gyerekek, pont ezt mondtam itt az előbb a Janiéknak, hogy olvasom az SMS-eket, és most esett le, egyébként bele se gondoltam eddig, hogy én ezt nagyjából 2 hónap múlva újra átélem. Bizonyára. Most realizálódott bennem. Ugye, mert az ember tudja az elsőnél, hogy jön, de a másodiknál már kicsit úgy hozzászoksz, hogy persze, oké, érkezik majd valamikor, minden megy a maga megszokott útján, de most olvasom ezeket a magzatvíz elfolyós, köldögzsinór elvágós, infúziós, elvágódós, elájulós SMS-eket, és rájöttem, hogy december végén ez vár rám. Szülés projekt, és csak, és újra töltve. Reloaded. És csak mondom, hogy a másodiknál, a másodikban úgy kezdesz bele, hogy apukajé, figyelj, túl vagyok mindenen, hát az elsőnél, gyerekem, hát tudok. Kis ujjamba van, érted? Tudom, minden, hagyja már, ne tényleg, ne, engem oktat, egy engem. Így kezdesz bele, és amikor ott vagy, ugyanúgy szétesel, csak most ugyanúgy összeomlik. A felépített világot ugyanúgy darabokra hullik egyébként, nagyon nagy arccal, mész, mindent tudok. Engem oktat, maradjon már, csak azért hoztuk be, hogy mégiscsak maguknak is legyen kenyerük. Egyébként mehettem volna teniszezni. Levezetem. Igen, akarjuk otthon megszűjjük ketten, de bejöttünk. Igen. Szóval tényleg, gyerekek, nekem 2 hónap is jön újra. Nagyon durva. Na,
Nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Nagyon helyes történetek vannak egyébként. Én konkrétan elkezdtem felmosóval futkározni a hálószobában a magzatvíz elfolyása után. Féltem, hogy felhullámosodik a laminált padló. Hát figyelj! Milyen körül? Te vagy az én emberem. Nagyon jó. Ez nagyon szimpatikus. Ez a praktikus, racionális gondolkodás volt, ez a szívemig hatolt. Igen, amikor a párom meglátott, inkább befejeztem, mert kicsit szúros lett a tekintete. Aztán... Nálunk nem folyt el a magzat, viszont már szülési fájdalmaim voltak, a fájdalomtól letérdeltem, és a pufra könyököltem. Erre a férjem megkérdezi, keresel valamit? Azért is nagyon jó. Nem, mondtam neki, csak ennyire fáj. Mikor a kórházba értünk, a csomagomat a kocsiban hagyta, így mezítláb mentem fel a szülőszobára. Szülősznő kérdezi, hogy hol a papucsom, mondtam neki, hogy lent a kocsiban. Kiszólt a férjemnek, hogy hozza fel a cuccomat. Nagyon, nagyon helyes SMS-ek vannak. Nálunk az orvos rászólt a férjemre, hogy őt is engedje már oda, amikor lehetett látni a fejecskéjét, letérdelt és ott gügyögött a fejecskéjének. Az milyen, amikor így megjelen? Kicsi, mindjárt kint vagy, mindjárt találkozott apuka, meg babuka. Apuka, legyen szíves, várja meg, amíg az egész gyerek kijön és elvágjuk a köldöksírót, nem most, és az érted? És apuka, apuka folyamatban van! Apuka betérdel mama lába közé, azért az elég erős, nem? Hát nagyon várta már azt a gyereket, igen. Meg sem hallotta az orvost, a szülésznő húzta el onnan. Ezt Csilla küldte nekünk. Férjemet értesítette a kórház, hogy beindult a szülés, majd beállított egy, ez az? Majd beállított egy nagy zacskó patogatott kukoricával és egy 2 literes kólával. Leült mellém a székre, és elkezdett falatozni. Mozi, így van, moziban vagy. Egy kis alapenyő paprikát, egy kis nachoszt kérek szépen még. Igen, mártogató, nem az igazi, de a film igen. Legalább jó. Van egy hallgatónk is, Kitty. Hello, Kitty, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, na neked mit csinált a férjed? Hát nálunk, amikor hazaért a munkából, akkor leült egy dobos kinyitott, mert nagyon-nagyon száraz hónapja volt, és még mielőtt berekortyod volna, akkor szóltam neki, és szerintem ezt már ne igyom meg, mert hogy megyünk ma szülni. És szerintem konkrétan sokkot kapott, mert hogy bő 3 hetünk volt még a szülésig. Úgyhogy nem igazán voltunk fölkészülve, meg egy kicsit így megcsúsztunk mindennel, úgyhogy se a gyerek egy összerakva, semmi, se a cuccok bepakolva. Úgyhogy akkor indult a nagy kapkodás, és nekiálltunk még mindent ugye, lerendezni, meg bepakolni. Tehát tényleg egy babaruha nem volt még összerakva. Úgyhogy egy kicsit mozgalmasra sikerült, meg hát a legszebb sztori az volt, amikor nekiálltam 2 fejes között vasalni, mert hogy még nem volt mosva minden ruhája a babának, de hát vasalásra valahogy nem jutott időm. Úgyhogy igen, tudom, abszolút tudom, miről beszélsz. 8 hónapig építgetitek a sztorit, álmodoztok róla, készültök, minden idilli, minden szép, és aztán egy kicsi hajszálon elcsúszik az egész, és a felépített világotok az egyszerűen összeomlik, és egy ilyen kaotikus, kapkodós, önjöngős, rohanós, izgulós, gyorsan pakolós valami lesz, nem? Ami mondjuk utólag én megszépül... csak öhögtem rajta, mert ő szaladgált össze-vissza, tehát én abszolút lazán kezeltem ezt az egészet, meg nem volt rajtam pánik, vagy nem volt bennem pánik. Ő nála azért már egy kicsit erősebb volt a szitu, tehát föl alá rohangált, hogy úristen, mit hova pakoljak, most mondd, mit csináljak, hova. Mondtam neked, szerintem lehet, hogy még jobb lesz, ha megiszod azt a sört, és belazult, majd én vezetek. De végül ezért nem nekem mikor kellett. Mikor lazán toltad? Ez én jó, nagyon, ez jó én egyébként. Abszolút nagyon, és akkor utána még egy laza 17 órát. Vagy jutottam, mire meg lett a babám. Atya Isten. Hány gyermek? Egy gyermek? Kettő? Kitty? Hányat tartotok? Egy. Ő még az első. Na jó van. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, ciao. Köszönöm, sziasztok! Hello. A kórházban egy liftben egy fehér köpenyes ember megkérdezte, hogy szülni megyünk, aztán megnyomta a gombot. Nejem szerint adnom kellett volna a liftesnek 200 forintot, később aztán találkoztunk a fehér köpenyessel, ő volt a professzor, aki a nejemet császározta. Hát, de jó. Azért az milyen szép. Na, tegyél az apród, így van. Nálunk ugyan császár volt, de a férjemet beengedték, nem emlékszem semmire, csak annyira, hogy ott áll a férjem, és annyit mond, hogy semmi baj, nyugodj, majd elájul a látványtól. Holnap utána vagyok újra kiírva, a férjem jobban izgul, mint én. Ne menjen be, apuka, ne menjen be. Igen, valószínűleg nem lenne jó, ha ő bemenne. Igen. A feleségem helyett én szívtam a kégázt. A végén el is borult. Azt szerintem menő. Kégázt szívni, azt szerintem nagyon menő. Elfolyt a magzatvizem, mondtam a férjemnek, erre letérdelt elém, és elkezdett sírni. Mondtam neki, erre nincs idő, menjünk szülni. Beszélgetni akart a vajudás előtt.
Ez mennyire szürreális, hogy a férjed elkezd letérdel eléd, és elkezd sírni, nem? Istenem, Istenem! De ez miért csinál? Mindjárt kijön, mindjárt megszületik. Életem, állj föl, férfi vagy, meg tudod csinálni, igen. Új szolgáltatásunk, nagyon jó SMS-ben kaptuk. Mától a férjek mellett az apukák is bejöhetnek a szülőszobába. De szép SMS. De szép. Micsoda? Az én férjem vajudásom alatt berúgott és szórakoztatta a nővéreket. Vajudás közben én is jól szórakoztam, írja nekünk egy hallgató. Az én férjem közölte, ez a legszebb. Tartsd már vissza, amíg vége lesz a meccsnek. Az milyen? Nyugodt apuka. Érted, nincs elég bajom. Mexikói futballvilágbajnokság, Dánia-Spanyolország mérkőzés, amit a spanyolok nyertek 5-1-re. Mivel a meccs és a közvetítés 0 órakor kezdődött, apuka kérésére a pici lánya megvárta az első félidőt. Az nagyon menő, nem? Jó, nyugi, ülj már le. Mindjárt. Ezt még bevarjuk, érted? Kitömjük ezeket a majmokat, aztán mehetünk. Igen. Szülés csak hagyján, anyósom az anyja temetését videózta, majd az első randik egyinként megnézette vele. Jézus atya! És nézd meg az anyám temetését! Igen. Állok a szülőszoba előtt, kiszól a doki. Apás szülés lesz? Mire ér? Miért doki maga nem ér rá? De azt mondja, az én párom Facebookon közvetítette le kommentekben, mi történik velünk. Csak hogy nehogy lemaradjanak az ismerősök. Azért az is meleg, amikor Facebookon közvetítesz. Na jól van. Hát köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon, nagyon helyesek jöttek. Nagyjából erre számítottunk, a totális rémület, jeges veríték és kapkodás. Köszönjük az SMS-eket. Hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Kati, hello, jó reggel. Szervuszok, jó reggel, sziasztok. Hello, Kati, honnan hívsz minket? Budapestről. Budapestről. Dolgozol már? Tessék? Dolgozol? Nem, ma szabadnapos vagyok. Szabadnapos, hogy mit csinálsz egyébként, mivel foglalkozol? Kereskedelemben dolgozom. Kereskedelemben. Túl a szülésem már? Igen, kettőn is. És abban az egyik elég érdekesen sikerült. Na, papa mit csinál? Papa nem bírta a fájdalmat, és inkább kiment a szülőszoba elé, viszont két nagypapával fejeztük be az összülést. Tehát papa kiment, és bejöttek a nagypapák? Igen. És kíváncsiak lehettek azért, tehát az már nekem kicsit necces, ahol nagypapa megérkezik a szülésre. Hát és ugye az egyik nagypapa, a másik az valószínűleg az apósod volt, ugye? Igen, az a melegebb. Igen, a másik az én apukám, igen. Mert még a te apukád csak hagynád. Megis csak a menyem! Látni akarom, látni! A fiam felesége! Igen, ezek a szülők is szerettek volna bent maradni, aztán annyira fölgyorsultak az események, hogy inkább mind a ketten bent maradtak és segítettek a szülészorvosnak. De mit tudtak? Mit tudtak segíteni? Támogattak lelkileg, fogták a lábomat. Oh. Én amikor bementem és megkérdeztem, hogy mit tudok segíteni, akkor azt mondták, hogy vagy menjek ki, vagy álljak a sarokba. Apuka, álljam a sarokba, legyen szíves. Na jó. Jól van, milyenek a kérdések? Szerintem menni fog. Igen? Menni. Talán a harmadikon lesznek problémák, az ott egy kicsit szofisztikáltabb. De az első kettő menni fog. Bátran, de ne kapkodj. Próbáljuk meg. Jó, megnézzük. Hát így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztóért. Milyen színű trikót visel az összetettben vezető versenyző a Tour de France-on? Sárga. Így van. Így van. Csabzok. Nagyon jó. Menjünk tovább? Próbáljuk meg. Még a másodikat azt mondta, hogy próbáljuk meg. Jó, dedikált egér alá tétért, így szól a második kérdés. Milyen áll a Diego, a Jégkorszak című animációs film egyik főhőse? Nem kapkodni. Lajhár. Na, jaj, azért mondtam, hogy nem kapkodni. Nem. Jaj. Nem volt Kartfog, vagy Kartfog Digris. Pontosan így van. Mintha Jani érezte volna előre, mondta, hogy ne kapkodj, igen. Ő, a Diego volt a Kartfogú Tigris, aki ugye jó útra tér, az elején gonosz, de aztán megszereti a mamutot, meg azt a fulállat. Így van. Igen. Pontosan. Megnéztem, vagy ezzel nem baj, megpróbáltam. Megpróbáltad, sajnálom, mert egyébként tudtad, valóban a Kartfogú Tigris, igen. Nem baj, első játékban ez jó volt. Jó, persze, legközelebb. Kicsit el, mert hogy ment volna egyébként. Nem baj. Kati, legközelebb, jó? Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült veletek beszélni. Ne viccelj, mi örülünk. Köszi, Kati, a játékot. Csáó. Sziasztok, hello. További szép napot. Köszi, hello. A hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Na, reggel Feri felvetett egy furcsa anomáliát, ugye? A két bulvárlap kozsós cikke alapján, erről elég hosszan beszéltünk 7 óra után, csak azért beszélek róla újra, mert van egy kis változás, Laci most mutatja, hogy ugye az egyik napi bulvárlap lehozta, hogy Kozsó édesapja megszólalt Kozsó ügyében, szegény, ugye, és elmondta, hogy jobban van a fia. A másik bulvárlap pedig egy napon ezzel a cikkel lehozta azt, hogy szegény Kozsó amellett, hogy kórházban van, pár hónappal ezelőtt elveszítette az édesapját. Ugye jól idézem a két cikket, erről abszolút szólt. Igen, 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 igen. Kiderült az igazság? Nem tudom, hogy kiderült-e az igazság, mindenesetre vannak érdekes jelek, és ugye arról beszélgettünk, hogy hogy tud ez egy nap megjelenni, hogy itt valaki nagyon nagyot tévedett, lódított, vagy csak azért írt valamit, mert nem járt utána, viszont közölni akart valami exkluzívnak tűnő információt, ami egyébként nem exkluzív. És most az egyik bulvárlapnak az internetes oldala eltávolította azt a cikket, legalábbis már nem lehet interneten keresztül ráklikkelni, mert azt mondja, hogy nem létező oldal, akik azt állították, hogy meghalt az édesapja. Aha. Micsoda rugalmasság. Ugye, de hogy tényleg milyen érdekes, hogy ez egy napon jelent meg a kettő, hogy micsoda ellentmondás, sokat beszéltünk erről. Na most az egyik bulvárlap, aki azt állította, hogy meghalt, annak ez a cikke már nem elérhető. Uh-huh. Azt mondja, az oldal nem jeleníthető meg. Na most akkor, ha ők azt állították, hogy meghalt az apja, akkor tulajdonképpen egyfajta beismerés, hogy mégsem, és akkor a másik bulvárlapnak van igaza, picit akit megszólaltatták? Picit úgy tűnik. Az egy napon ez a két cikk valódi ellenmondás. Igen, azt ugye elmondtuk, hogy nem tudjuk, hogy melyik az igaz, tippelni lehetett bármelyikre. Én megmondom őszintén, hogy én a másikat tippeltem volna, ha kell tippelni, de hát ilyen esetben nem tippel az ember, úgyhogy, de ez most elég nagy bizonyíték, tehát ha lekerül az internetes oldalról egy cikk, ami az újságban benne van, elérhetetlen a tartalom, akkor azért valószínűleg megvan a hunyó a sztoriban. Igen. Na, most már dupla koncentrációval fognak odafigyelni, minden cikknél visszakérdez majd a szerkesztő, de figyelj, ez a Louis Armstrong, ez tényleg űrhajós volt? De ez bizti? Leszálltak a Holdra? Ott voltak? A Hold voltak? Egyébként kérdezzenek csak vissza, igen, tehát legyenek ennyire alaposak, tényleg. 5 perc van, pontosan 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, 2/3, Dél-Afrikában 1/3 már otthon, és ahogy látom, világosodik nálatok is, Feri, a háttérben. Bizony. Mintha már a felüljárót látnánk. Egyébként kicsit jó, sose gondoltam volna, hogy egyre jobban tudok örülni annak a felüljárónak, de látom, hogy ott van. Ezt akartam kérdezni, hiányzik az Üllői úti felüljáró, mert akkor ezen után úgy állítom be a laptopot, amin keresztül megy ez a videókép, hogy ezt lásd, látod, ott van. Figyelj, 4 hét után nem mondom, hogy konkrétan a felüljáró, Jani kicsit is megtartozott. De úgy kicsit minden, a család nagyon, az ember autója, lakása, és úgy minden. Még az a fránya stúdió is, amiben ott ülsz, és amiről az ember nem gondolja, mert minden nap oda jár, hogy egyszer tud hiányozni. De igen, egyre jobb látni ezeket a képeket. Itt a helyed, ott Jani. Ott a helyed, Jani. Igen, Feri, hol? Hogy néz ki az asztalon? Miért van egy kulorjátetlenség rajta? Hazavész, csak 3 óráig pakolni fogsz majd, igen. Szóval jó látni a stúdiót, igen. Többen kérdezik, hogy beszélgetünk meg, hogy látjuk egymást. Teljesen egyszerű a dolog. Itt van a mi szobánkban egy tévé, és ezen a tévén Feri kint van, és Skype-on keresztül ugye látjuk, Feri pedig egy mikrofonban, egy stúdióban található mikrofonban beszél, lát minket, mi látjuk őt, és olyan, mintha itt ülne velünk szemben. Csak nem ül, hanem egy képernyőn keresztül látjuk. Azért azt valljuk be őszintén, hogy 2 hónappal ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ez ennyire zökkenőmentesen fog menni. Egyszerűen fantasztikus. Na, hát én már akkor is ismertem a Skype-ot. Ja, tudom, hogy neked azért vannak. Nem, én a mikrofonról akkor hallottam először. Tudod, nézd, ez skipe, mit jön nekem, ott így RTL szokott lenni, meg TV2, mi az a skipe? De hogy, igen, szóval, hogy ez egy létező dolog, de jó, jól működik egyébként. Magában a folyamatosságban nem voltunk annyira biztosak, hogy azért az tud működni, mert sok rosszat hallottunk a dél-afrikai internetről, de hál' Isten Gyula azért behúzott egy ilyen, nem tudom, optikai kábelt, 30 kilométeren keresztül Johannesburgból 300 kilométerre a föld alól átvezette az internetet, úgyhogy így tud ez a dolog működni. Igen. Na, közlekedési híreket néznék. Gondoljátok, hogy jó ötlet? Szerintem ad nekik, szerintem adjunk. Azt mondja, hogy Budaörsi úton igazoltatást végeznek a kék krampuszok. Tőlem azt kérdezték, mit csinálok először, ha defektet kapok.
azt mondtam, hogy jó nagyot káromkodok. István küldte nekünk. Fradi pálya, Rákóczi híd, több mint fél óra, ugyanis hatalmas a dugó, üzente nekünk Zsolt. M7-es 145-ös felhajtójában mérnek, mind a két irányban vigyázzatok, üzente Csipke. Csipke, köszönjük szépen. M6-os 41-es kilométerénél Pécs irányába szintén fotóznak, valamint az M3-as Budapest felé vezető oldalán a 205-ös kilométernél trafi, enyhe köd, nehéz észrevenni. Geri küldte ezt nekünk. Geri, neked is köszönjük szépen, hogy írtál. És még egy, az Árpád fejedelem útján van egy molkút, és a molkút előtt, ha mentek az Árpád híd felé, akkor a molkút előtt elbújva a hévmegállónál szintén fotóznak. Ez jött körülbelül 10 perccel ezelőtt. Köszönjük szépen. Na, az feltűnt valakinek, hogy Pákó Móni sót énekel? Fel, így szeretjük. Igen, ezt ő így tudja mondani egyébként. A Móni show. Nem? Móni show. Igazából azt tűnt Móni, fel. Móni show. Azt tűnt fel, hogy gyakorlatilag semmire nem emlékeztet, semmi olyan szóra, amit mi korábban ismertünk. Hát gyakorlatilag beazonosíthatatlan az a nyelvjárás, amiben ő megfogalmazza, kialakítja a kis szájában a szavakat, és aztán onnan kijönnek. Szerintem itt se boldogulna, mint ahogy már Nigériában sem. Nem, szerintem ez egész kamu. Ugye? Soha nem is járt Nigériában. Tehát megszületett itt Magyarországon, felépítette ezt a sztorit, tehát nem. Azt ígértük, hogy összekötjük. Kamu nigériai, mint kamu francia, a kuki? Kuki, aki előbb-utóbb, amikor kiesik a szerepéből, folyékonyan beszél majd magyarul, ebben egészen biztosak vagyunk, és várjuk ezt a pillanatot, amikor leteszi ezt az állakcentust, amiből él itt tulajdonképpen 20 éve, és jól is áll neki, de hogy ő egészen biztos, hogy folyékonyan beszél egyébként magyarul. Ez a Pákó sztori is sántít egy kicsit, nem? Egyértelmű. Ígértük, hogy összekötjük itt egy helyivel telefonon keresztül, hogy boldogulnak-e, de nyilván erre kevés az esély, mert itt az egyik nyelv ugye az angol, amit a helyiek kevésbé beszélnek. Másrészt Pákó nem tud kezelni egy telefont. nem tudja se fölvenni, se letenni. Kettő, hogy azért teljesen más itt a törzsi nyelvjárás, mint egyébként Nigériában, ugye hát értelemszerűen két különböző országról van szó, úgyhogy abból nem sok jó sül neki, hiába ugye azonos a bőrszínük, nem tudnának egymással beszélni, ráadásul Pákó angolja se annyira erős. Uh-huh. Magyarja se, és hát ez semmi más. Igen, tehát nagyon őket nem tudnánk összekötni. Na, Növényi Norbira olvastunk egy nagyon helyes hírt, és hát őt nagyon kedveljük, és azt olvasom, ez igaz, János, hát te vagy otthon ebben, hogy utoljára tarolt Növényi Norbert 57 évesen. Így van. 20 ország pankrációs világbajnokságán ő aranyérmet szerzett. És hát utoljára? Srácok, de miért srácok. Utoljára? Visszavonul. Tényleg? Visszavonul, ő befejezi fantasztikus sportolói pályafutását. Szerintem nem az állhat a háttérben, amit mondtál itt két megszólás között, hogy megöregedett és kiullott a fog az oroszlánnak. Szemét van, Jani. Roldék, hogy ezt elmondod, mert ezzel őt akartam szembesíteni mindjárt, hogy felhívjuk, hogy értem, hogy az ember már háromszor jár kipisilni, de miért kell ezt abba adni, hogy 7 évesen? Azért, mert háromszor is sikertelenül. Igen, hát nem egy kert is lag az ember 57 évesen, tudom, hallam, mert már én is ismerem ezt kell. A érzést, igen. Régen még a betonon is átment, most már azért úgy örüljük, ha csörgetezik. Amikor minden cseppje kincs. Igen. Na, de tényleg abba hagyja, ez igaz? Igen. Hát ugye nála már lehetett hallani, hogy volt egy MMA világbajnoki címe is, már akkor is befejezte, most is befejezte, picit ilyen Lokomotív Gate és a sztori, vagy... Ugye búcsú koncert a nyugatiban háromszor, vagy négyszer, ötször. De az egy más után ment, hát annyira voltak rá kíváncsiak. Igen, hát persze, hát akkora volt ugye az érdeklődés. De hát egy fantasztikus sportolói pályafutást tudhat ő maga mögött. Szerintem egyébként időben hagyja abba, de hát fene tudja. Tehát, hogy egyetlen abba tudja hagyni. Gyerekek, küzdősport, 57 évesen küzdősport. Hát mások 30 évesen leállnak a sporttal, mához ilyen hivatalossal azért ismerünk. Igen, ahogy Balázs is finoman utalt rá, most már ebben az időskorban már azért mással küzdenek a sportolók az egykori nagyság. Hát csak Norbit akartam ezzel ugratni. Na, hívjuk fel, kérdezzük meg, hogy mi a helyzet, hogy tényleg szögre akasztja-e akkor az MMA cipőt, meg... Az MMA kesztyűt, az MMA szuszpenzort, az MMA fogvédőt. De a pankrációban az nem az van, hogy ott tulajdonképpen nem nagyon... Ez nem olyan típusú pankráció. Aha, tehát ez nem az, nem az, amikor ilyen izébe, igen, amikor bemennek, hogy hívják mexikai srácok szopó állatban, és akkor egymásra ugrálnak, tudod, ahogy hívják, és az egész ilyen rettenetesen bizarr, fura, és nem tudod az egészet értelmezni, és minden egyes pillanata ugye előre ki van módolva, meg ki van próbálva, gyakorolva, ez nem az a pankráció. De totálisan érthetetlen, gyerekekkel két dolgot biztos, hogy nem értek az amerikaiaknál, az amerikai futball és a pankráció, tehát hogy gyerekek, felnőttek, idősek vérben forgó szemmel örjöngenek a ring mellett egy előre lebeszélt,
meccsen, ami nyilván egy gag, és akkor bejön a harmadik, és nagyon erős, beugrik a ringbe, és leveri a másik kettőt. Egy akkora mesevilág egyébként, igen, de 8 évesen egy néztél ilyet utoljára, nem? Egy cirkusz. És imádják, imádják. Nyilván Norbi nem ezt csinálja, de számomra totálisan értelmezhetetlen, ami ott történik. Egy ilyen igazi pankráció, nem? Igen, ugyanakkor azért ott is rengeteg egykori birkozó, hogy meg ne? Egykori küzdősportoló van, tehát azért előtt esni kell, meg kell tanulni, úgyhogy ne szerezzél hogy sérüléseket. És ráadásul van is átjárás, mondjuk a pankráció és a profi MMA vagy UFC között. Uh-huh. Na most vesztettem el a fonalat. Na nem baj. Nem baj. Itt van velünk, ami drága Norbi. Norbi, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, szevasztok, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hello. Na, hát először is gratulálunk az eredményekhez. Értem már, hogy abba hagytad. Na. Mióta vért köpsz, jobb egy kicsit? Igen, köszi, nagyon kedves. Igen, alakul, azt mondták, még megmaradok, úgyhogy akkor ezt most megúsztak. Hát gratulálunk, azt olvassuk, hogy arannyal búcsúztattad a sport karrieredet. Hát ez egy óriási eredmény, nyilván nem a korodra akarom felhívni a figyelmet, de mégiscsak 57 éves vagy. Hogy... Hát igen, hát elméletileg még karülő csecsemő vagyok, igen. Tehát. Igen. Na, de tényleg itt a vége? Vagy ez csak most egy elhatározás, nem, és aztán elég ki tudja, hogy mi lesz? Nem, az igazság, hogy most már rá kell jönnöm, hogy úgy összevertek a fiatalok, hogy muszáj a bajlom. Nem, hát az volt, hogy sajnos lebetegedtem egy 5 héttel ezelőtt, nagyon jó volt a felkészülésem egyébként. Végigcsináltam Szegeden a Sárközi Robiékkal edzőtábort a fiatalokkal, mindennel, és csak elkaptam valamilyen ilyen francot, és már kezdtem kijönni, amikor újra visszaestem, és most nem tudtam, de kiderült, hogy tüdőgyulladással küzdöttem, és azt mondta az orvos, hogy örüljek, hogy élek, nem, hogy még eredményem volt. És hát a korosztályom volt, végignyertem, de hát a fiataloknál sajnos egy orosztól kikaptam, bár nagyon jó kezdődött a dolog, mert vezettem, de úgy elfáradtam az első-másik két percben, és most már akkor nem értettem, hogy miért, hát most már tudom. Ugye, hogy egyszerűen nem tudtam végig, és akkor végül pontozásra kikaptam, utána egy kazakot még sikerült úgy eltalálnom, hogy sérülés miatt beléptették. De őt még a büfében egy forrásban hozzá. Egy baseball istővel és négy barátom segítségére, és de úgy is utána meg már lett volna egy mérkőzésem, ott még nyerhettem is volna, és akkor ott is világban, de hát már nem bírtam, annyira ki voltam fizikailag. Figyelj, és arról nem szólunk, vagy nem szólít a fáma, hogy hány éves volt az a kazak? 70? Nem. Vagy a... nem, még ő is fiatal volt, a 100 év körül lehetett. Nem, hát ezek 35 év alatti fiatalok. Atya Isten, hát ez egy gyönyörű eredmény akkor. Hát én büszke vagyok rá, főleg igazából a csapatomra, mert a magyar csapatban a mi egyesületünk a Növény Sport Akadémia mellett a legeredményesebb. Úgyhogy, bocsánat, hogy közben itt még nem... Légy színed dramatizálj. Ó, ez azért tényleg elég bácsis. Kicsit nemecsekes kezdesz lenni azért, mint aki háromszor fürdött. Csak betusoltad az ácsokat. Csak végeztem egy kirét iskolát, de legalább majd egy körülni megtanultam, érted? Úgyhogy ez egy jó dolog. Nem, hát kemény, egy jó mérkő, jó volt egyébként a világbajnokság, jó meg volt szervezett, 18 országot voltak, a volt Szovjetuniálamból azt hiszem majdnem mindenki, amerikaiak, japánok voltak, tehát tényleg egy komoly jó verseny volt, és hát valóban ez lesz az utolsó, mert rájöttem, hogy nem tudom mozgatni a nyakam sem, mert úgy elvettek, mint a cimbal volt, úgyhogy. És 10 évre nem kaptam ki, tehát ez most nagyon fáj kicsit a lelkemnek is, de hát itt a vége. És úgy mentél azért... ki, hogy már tudod, hogy valószínűleg az utolsó, vagy ott született meg a döntés, nem, hogy most kéne abba hagyni. Nem, ez már az utolsó, úgy is készültem, azért nagyon sokat is dolgoztam, hogy azért gondolj bele, hogy 69 első, 26-án volt az első versenyem. Ez a 45. év, hogy versenyzem. Nem sportol, hogy versenyzem. 45 év, azért ez nem volt kevés. És hogy jött, hogy ha sportágban, tehát azt gondolom, hogy itt tényleg itt a vége. És... hát ennyi volt. Tehát tudomásul kell venni, hogy bár az emberi nem érzem magammal, de kellett ez a kis pofon nekem, hogy érezzem, hogy azért nem úgy van előbb-utabba kell, hogy nehogy az legyen, valami gond legyen, mert azért ez nem egy babazsúr, ott azért fiatalokkal kis kercsivel ütnek, rúgnak, vágnak, mert fáj mindenre, de nagyon csúnya dolog volt.
Hát igen, de gyönyörű karrier azért, amit te ezzel befejezel, tehát olimpiai érem, aranyérem, világbajnoki érem, VB érem, tehát kickboxban, MMA-ban, MMA-ban, tehát hogy azért tényleg le a kalappal. Sportágban sikerült, igen, hát köszönöm szépen, végülis négy sportágban sikerült világversenyt nyernem, azért ez még szerintem a világon senki nem sikerült, úgyhogy kettőben én vagyok a legidősebb a MMA-ban, bocsánat, MMA-ban is programjuk. Jó, jó, Ernő. És azon nem gondolkod, hogy valami könnyebb sporták felé mész? De hát arra volt szó, hogy balettozni, vagy művészi torna, csak hát állítólag azt mondták, egy kicsit későn akartam elkezdeni, de hát az élet olyan tört, de sosem mondom, hogy soha, nincs lehetetlen, ezt megtanultam. Volt egy kis ünneplés a végén, amikor megvolt az utolsó eredményhirdetés, nyilván az ember azért kicsit persze meghatódik, nem saját magától, de hát az ember az rákodik. Ettetek valami pépeset, erre akarok. Igen, mit tudom én, volt egy kis tejbe papi, vagy mit tudom én, bármi. Amikor belenézik a tükörbe, akkor én magamtól így meghatódom egy kicsit. Jó, ebben azért van bennünk valami közös. Igen, olyan. Hát igen, meg én is meghatódom minden reggel, és dobok egy puszit a tükörre, hidd el, hát azért muszáj jól indítani a napot, persze. Olyan van egyébként, hogy mit tudom én, egy hosszabb éjszaka után hazavész, belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy kezdj csokon, mert egy ajtóval arra. Ja, ez egy magyarban. Komolyan mondom, hogy a meccsem után, a fiatal után, a meccsem után beléztem a tükörbe, és megkérdeztem, hogy te hogy kerülsz itt elém, miért állt elém. Mert olyan volt a fejem, tiszta lila, kék az órom, piros a szám, főrepedve, mint te. Tehát azért, ugye azért hát hogy is mondjam neked, ez nem egyszerű, olyan döbrög is volt, egy kicsit udas, vagy járuszra adta vissza nekem. Hát igen, azért, aki nem tudja ezt az MMA-t, vagy nem ismeri, hát azért itt keményen gyűritek egymást, ütitek egymást, hát földharc, ugye? Tehát ez egy kemény dolog. Kőkemény sport. Hát nem vette hívják Mr. Marshallnak, tehát ami létszik harc, ez minden benne van. Egyébként a csodálatos alak, hogy ez, tehát nem egy új dolog ez, hiszen az ókori olimpiákon a pentatlonban az utolsó szám volt a pankráció, ami a mai MMA-nak a megfelelője. Tehát ott ugyanúgy lehetett ütni, dobni, folytani, kart, lábat feszíteni, csavarni, tehát ez egy dolog. Csak aztán az idő, az évezek folyamán ez egy szép út, és lett belőle judo, birkózás, jiu-jitsu, így, és most újra össze lett szedve. Hát ez egy komplex elkészülést igényel, tényleg úgy pszichésen, mint elméletileg is, gyakorlatban, vagy fizikailag minden, hogy egy komoly, tényleg egy komoly igénybevételt kell, hogy... Ugye, és amikor éjszaka már harmadszorra mész pisilni, akkor azért ránézel az aranyérmedre? Vagy egy idő, már úgy konstatálod? De legalább ez megvan. Nem vagyok már egy kertislag, de azért megvan az a rohadtalany. Nem, hát ugye igazából tudod, én már régóta versenyzek, így utolsó vagyok, illetve én inkább a társaimnak, meg a versenyzőnek, az örömének legalább úgy örülök, mint az enyémének. Persze, hát én is boldog vagyok, hát azért dolgoztam, meg edzettem nap, mint nap, meg volt a családomtól, hogy eredményes legyek, persze, hát az egy sportolónak ez egy fontos, hogy a cél ugye az edzések után a versenyzésen az egy jó legyen, hát ez egy visszajelzés, hogy most jó dolgoztál, vagy nem. Szépen terelsz a pisilésről. Igen, hogy nem, ugratunk, de baromi büszkék vagy. Szóval betalált a kérdés. Jó, figyelj, nem akartam rámenni a prostatam úróra, mert azért ebben a formában problémás lehetnek. Egy voltam egy szorosnál és urógosnál, de hát a vállamon volt a két kezed, de mégis éreztem valamit. Hát mondom, ezt nem tudom, hogy mi lehetett. Igen, Normikám, nekem prostatamasszázsról nem tudsz újat mondani, tehát hidd el, ezt én megjártam. A férfi, aki nem volt ezen, nem tudja, mi az igazi fájdalom. Tehát amikor a doki szól, hogy ez most nagyon fog fájni, és fél percig üvöltesz. Főleg hát ezt én is tudom, dehogy nem. És meg van vastagodva. Igen, haladóknak túlfingersz. Igen, kemény. Ugyanúgy, hogy az ember az csak maga találja ki, hogy mit akar, mit csinál, maga járja, maga útját. Mind ahogy te is tudod, a gondokat, harcokat csak te csinálod, más nem. Hát a urológus meg azt neked megcsinálja a harcodat, úgyhogy ez egy jó dolog. Melyik érmedre vagy a legbüszkébb, vagy melyik győzelmedre, vagy melyik elért eredményre? Jó, de csak akkor válaszol a kérdésre, amíg bírod szuflával vagy. Nem akarunk nagyon kifárasztani. Igen, köszönöm szépen. Hát igazából ugye az olimpia az volt az én gyerekkori álmomba keltem, feküdtem. De ha belegondolok, igazából mindenki csodálatos, de tényleg, tehát az olimpia azért az eszmei értéke is annak a jó, de mindegyikre büszke vagyok, hiszen minden én nagyon sokat dolgoztam, és tettem azért, hogy tényleg eredményem legyen. Én azt gondoltam, hogy edzőként is az a jó, hogy az ember bizonyos szinten példát mutat a versenyzőinek, és nem volt olyan edző, aki ne lehajol, és nem tudja a cipőt se befűzni, mert úgy el van hízva.
mondom, bizonyos fókon ez is kell egy kicsit, hogy példát mutasson az embernek, de az olimpia mindenféleképpen, hát régen azért háborúkat hagytak abba egy olimpiáért, ráadásul 4 évenként van, én azt gondolom, hogy annál nagyobb dolog egy sportol értében nem nagyon van. Hát az a legszebb, igen. Hát igen, és akkor fönnáztod a dobogó, és hallgatod a himnuszt, a népnek az imáját, ilyenkor meg egybe a te imád, és alattad meg a világ, én azt gondolom, hogy ez azért ez egy komoly, komoly dolog. Tehát ezt át kell érni, és remélem, hogy minél több ember átéri. Norbi, hát nagyon-nagyon-nagyon gratulálunk neked, nyilván az egész karrieredhez, és ehhez a győzelemhez is. Azért ugratunk persze, meg humorizálunk veled, de nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Majd találkozunk, ha meggyógyultam, csak ugrass nyugodtan. Persze, igazán, persze. Virogatom, aztán majd ezt csak összefogom valahol, tudod, rő kicsi a világ. A kell ismerős azért egy tüdőszűrésre mennyel van kontakt, jó? Hát, nehogy aztán itt... Köszönöm úgy, hogy... Legyőzted a kazakot, levertél mindenki, nehogy aztán itt egy kétoldali bronchitis vigyen el. Vigyázz magadra, nagyon-nagyon gratulálom. Köszönöm, köszönöm. Büszkék vagyunk. Norbi, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Köszönöm. Ciao, ciao. Gyerekek, óriási sportember. Fantasztikus, persze. És még így 57 évesen, még mindig elindul egy verseny, és rommán nyeri magát, nem? Úgy, hogy az érvétel egy cirka 20 évvel ezelőtt saját bevallása szerint is volt olyan alkalom, hogy kifújta a protkot a szél a szájába, amikor kirakta a fejét az autóba. Ezt nálunk is elmesélt, hogy ezt a történetet. Fantasztikus sportember. Igen, szenzációs. Igen, büszkék lehetünk rá. 2 perc, szóval pontosan 9:30. Egy pici szünet után jövünk a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Balázs, Feri, Johnny, menni Afrika! 9:50 múlt pontosan, 4 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát a Feri már menni Afrika, és már menni haza. Már menni egyébként haza. Süt a nap, nálatok is kezd? Hát valahol nem, biztos, vagy... az országban biztos van olyan pont, ahol igen, nálunk itt nem nagyon, nem nagyon. Délutánra elsőt igen. Várjál csak, de! Süt! De! Sütöget! Hát, azért nem, mert látom, hogy vagy beég a háttér egy kicsit, vagy egészen jó napsütés van nálatok is. A hőmérsékletet látom, hát az nem túl erős, egy combos 6 fokot mutat a telefonom, nem tűnik annyira erősnek, de egyébként ilyen napos felhős idő lesz majd nálatok is, igen, 10-12 fokkal. Matt Damon viszont nem fázik Budapesten, srácok, és meg kell mondanom őszintén, hogy lassan lejár az időtök, elsősorban Balázsi ezzel az előremutató öltözködéssel, ugyanis jövünk fel mi, hiszen a hollywoodi sztárok, Matt Damon. Papucsban, kekit pólóban, használ. Maci alsóban, ment el vacsorázni. Igen, a hírek szerint. Jó arc. Érdekes, hogy rám soha nem mondtad ezt így ebben a relációban, amikor megjelentem papucsban, melegítő nadrágban és pólóban valahol. Na de papucs között is van különbség. Milyen papucs, milyen melegítő? Nincs képen? Nézzük már meg. Még nem találtam meg. Ugye, van egy kép fent, az egyik budapesti szórakozó helyett Ridley Scott-tal forgatnak egy űrhajósról szóló filmet, aki a Marson próbál meg túlélni. Nálunk? Igen. Nem, a Marson. De hol nálunk nem Dunavarsányi, a Dunavarsányi homokbányában? Igen. Délegyházán. Délegyházán a nagy tavak. Nem, persze bőrizen a nyúldombot. Az iskoláját az nagyon veszélyes. Nyilván valamelyik filmstúdióban. A Ridley Scott csinál egy új skifilmet. Gyerekek, szörnyű dolgok történnek a kedvenc letöltős oldalamon, mert lassan kerülnek föl a filmek. Nem láttam még a Finchernek az új filmjét, a Ben Affleckkel, nagyon kíváncsi vagyok. A Linkaternek nem láttam a filmjét, ez a Sráckor, ez a Boyhood, amit ugye 10x év alatt forgattak. Annyi jó film van most, és nem tudom letölteni, mert nem teszik föl. Mi van, Laci? Miért nem teszik ezek? Régen megjelent a Fincher filmje, vagy valamelyik film, mint a moziba, és egy hét múlva le tudtad szedni. És csak ilyen kamerával felvett, ilyen szörnyűségek vannak, nem lehet letölteni. Hát az új Fincher film például nagyon jó. David Finchernek ez a megcsalós feleség, megölte, nem ölte a Ben Affleckkel. Az baromi jó. Meg kell várni, amíg megjelenik, ugye? Amíg vagy legalább egy tévés premier, de inkább ugye a DVD és Blu-ray és megjelenések bekövetkeznek, és gondolom, hogy most itt a karácsonyi piacra várnak már többen, nem? Na de akik feltöltötték a filmet, azok sose voltak tekintettel a DVD piacra, hát ők azért töltötték fel, hogy te le tud tölteni. Igen, csak az a baj, hogy ez minőségi korlátokkal jár, tehát hogy pont ezek, pont vannak ugye ezek a mozis változatok, azok... Na jó, amikor átmegy még előtted, és látod az árnyékot, azért ritkán van már föl, jó minőségű, azon az oldalon. Jó minőségű torrent csak akkor kerül fel, hogyha már megjelent. Micsoda? Lemezen, a film.
Nem, képzeld, hogy régen úgy volt, hogy egy héttel vagy két héttel a moziba kerülés után te totálisan jó minőségben leszetted, feliratot csaptál hozzá, és megvolt az egész. És most ilyen hónapokat kell várni egy filmre, és nem tudom, lehet, hogy rossz oldalt használok, nem tudom, hogy mi a fene van. Uh-huh. Hát szedjék össze magukat nagyon hát gyorsan, tényleg? Mert Balázs komolyan törje a loginját. És miről szól az új Lindiszkot? Tudjuk, hogy elmennek valahol a Marsra, és mit csinálnak? Így van, hát ott egy személyben gyakorlatilag egy túlélő, vagy megpróbálja túlélni a Marson. Azért érdekes a dolog, mert ugye tavaly azt hiszem Oscar díjas is lett az a film, amiben két darab szereplő van összesen, a George Clooney meg a Sandra Bullock, tudod, az is ilyen űrfilm. Igen, nem a legfontosabbakat kapta meg, ugye? A Cuaronnak a filmje. Na, és akkor ezt szerintem ezt akarják. A gravitáció ezt akarják túlmúlni, hogy egy szereplős lesz, tehát végig ez a csávó lesz a Marson egyedül. Marha izgalmas film lesz. Igen. Nagyon sok orosz csinálta a feltöltést, és most őket lekapcsolták, és lehet, hogy ezért késnek a filmek. Sok orosz töltött föl filmet. Meg ugye az Oscar kevés, előtt... Kevés volt a tigrises film, és Putyin a körmökreli. Igen, meg hát egyébként a magyarokkal is sok baj van. Tehát a magyar mozikban mostanában azért hoznak később filmeket, hogy mi aztán ne tudjuk föltenni, mert kiderült, hogy a magyarok előszeretettel töltenek fel az internetre filmeket, és berágtak ugye a forgalmazók, meg a gyártók, hogy a francba van az, hogy hozzánk bejön egy film, és két nap múlva ott van valamelyik oldalon, onnan le lehet szedni, és ezért kapjuk meg most később sokszor a filmeket. Hát most nem tudom, hogy ez még mindig így van, de volt, amikor tiltólistán voltunk, és mit tudom én, Amerikában megjelent egy film októberben, és hozzánk csak november végén ért el, mert nem adták oda a kópiát, mert azt mondták, hogy ti magyarok ravaszak vagytok, már azonnal fölpakoljátok. És ugyanígy egy kalap alatt voltunk az oroszokkal, akik szintén mindent pakoltak föl, de én szeretném, ha az oroszok vissza lennének csatolva ebben a rendszerben, mert nem tudok megnézni ezeket a filmeket. Itt meg ugye hát még... Teljesen jogos. Nem tudom, hogy mit játszanak a moziba. Tesztvetítések. Tessék? Én tesztvetítésekre hívom őket a pénteki mozizásaimmal. Ugye a tesztvetítések. Tesztvetítések, mert utána megvásárolom. De ez milyen jó, hogy elő vagyunk szívinfarktusban, depresszióban és a feltöltésekben, és tehát abszolút fekete meg a tolnasorban. Jó, tehát a tolnasorban. Tehát mi voltunk az egyik, vagy hát mi, igen, már nem vagyunk, mi voltunk az egyik legnagyobb feltöltős ország, tehát híresek voltunk arról, hogy a magyarok egyébként brutál gyorsan teszik föl ezekre az oldalakra a filmeket. És kicsit ki vagyok most, hogy nem tudom ezeket letölteni. Hát sok mindenért kell bosszút állnunk. A történelmünk miatt ez az egy. Igen. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ha valaki látta a Fincher filmet, vagy ezt a sráckor, csak írjon már annyit, hogy jó-e, vagy hogy kicsit túl hype-olt a dolog, úgyis megnézem, csak kíváncsi vagyok. Ez a Linklater film, ugye ezt 16 vagy 15 évig folyamatosan forgatták, hát mekkora ötlet. Maga a sztori az zseniális. Maga a sztori zseniális, elindul egy 6-7 éves gyerekkel, ugye, és ő a film főszereplője, és mutatják, hogy 10x év alatt ez a srác, ez hogy nő föl a vásznon, és minden évben forgatott egy kicsit. És úgy készült a film, hogy 15 év alatt lett kész a film. Zseniális ötlet. És senki nem hitt benne, azt mondta, biztos, hogy bukó, és ezt ne is csinálja meg, és 15 éven keresztül forgatta. Nem ez az átmaszkírozós történet, hanem egyszerűen elkezdett, hát idősebb lett, életebb lett, öregebb. Látod a srácot felnőni, egyébként szenzációs, sajnos még nem láttam. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Ugye Feri talált egy nagyon érdekes ellentmondást a mai bulvárlapokban, és aztán kicsit belementünk, hogy ez hogy lehet. Ugye a Kozsó ügyről van szó, és két egy napon megjelenő bulvárlap totálisan mást állított. Hogy volt, Feri, az egyik bulvárlap ugye azt mondta, hogy Kozsó édesapja meghalt, ugye jól mondom? Így van. A másik pedig azt állította, hogy nyilatkozott, tehát hogy él, nyilatkozott Kozsó állapotáról. Döbbenet egyébként. És ezen két lap ugye egy napon jelent meg. Megnéztük a cikkeket, és próbáltuk kitalálni, hogy hogy születhetnek ilyen cikkek, ahol valamelyik lap nyilvánvalóan vagy nem járt utána eléggé, vagy téves információra hagyatkozott, vagy csak megkérdezett valakit, és Aranka néni azt mondta, hogy jaj, aranyom, hát jó, hónapok óta meghalt már, és mindenféle utánajárás nélkül egyébként lehozták, pedig azért lenne felelősségük ebben az ügyben, és nem szabadna így lehozni. Erről beszéltünk, hogy ez hogy történhet. Aztán ugye kiderült, hogy az egyik bulvárlap már le is vette az internetes oldaláról. Így van, már elérhetetlen a cikk, ami egyébként aznap a legolvasottabb volt. Igen, és ugye itt jön az, hogy oké, hogy ezt leveszik, de hogy azért ez ugyanakkor nem hozza helyre, mert ez kijön nyomtatva is, bizony. Ebből eladnak X-et, ez címlapon van, megveszed, aztán utána, hogy már leveszik, vagy beismerik, vagy elnézést kérnek, az rendben van, de ugyanakkor ezzel a címlappal azért ők nem kevés lapot tudnak értékesíteni. Tehát itt jönne azért a felelősség, hogy ha ilyen kemény dolgokat állítanak, legalább három helyről utána járjanak, nem? És nem azért, mert valaki mondjuk a szomszédban azt mondta. Na, erről beszélgetünk, hogy ez hogy történhet meg, illetve Robbie Williams videóját is megnéztük. Nagyon helyes a videó. Vajudás közben dokumentálta a Twitterre és a YouTube-ra, hogy hát ugye ő mókás tánccal és dalolászással próbálja a feleségében a fájdalmat kicsit oldani, és amíg szegény asszonykája ott vajudik, láthatóan egyébként nem élvezve a produkciót, Robbie
vidáman táncol. Igen, tol egy one-man show, de leginkább saját magának. Igen. És arról beszélgettünk, hogy hallgatóinknál hogy zajlott a szülés, mit csináltak a nők, férfiak, mekkora volt a pánik, ki mit csinált, amikor elfolyt a magzatvíz, nagyon helyes SMS-esek. Igen, kaptunk SMS-eket, ezekből szemezgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. 9 óra múlt pontosan 50 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyümölcsé ment a kolléga, vagy kefírért? Mosogat. De teszem hozzá, nem árulkodom, mert utánam is egyébként csinált nekem egy rendkívül jó zabot, meg egy nagyon jó almás fahéja zabot, és nagyon akkurátusan elmosogatta most a kis bögrét, hogy holnap újra kész elétben leessenek. Nem szeretjük, ha beleszáradnak a kis magvacskák, ugye? Nem, ideális nem, nő... senki. Na, ki lenne ideális nővérkek közülünk? Megettünk mindent? Megakaróztunk? Nem fáztunk? Gyerekek. Azzal kell menni filmeket nézni. Nézd már meg, hogy nincs fönt a kedvenc oldalunkon, biztos nincs fönt. Van a Christopher Nolannek is most egy új sci-fi-je, imádom. A Matthew McConaughey-vel. Á! Biztos, hogy nincs fönt. Az játsszák már, Feri. Hát, ez nem is volt szerintem premier. Még utoljára te Ben Hurt láttad moziban, nem? De milyen jó volt. Édes Istenem, te! Tudom, nem vagy egy nagy moziban, erről hozzád fordultam fel, hogy Feri, játsszák már az új Christopher Nolan sci-fit, de hogy hát nem vagy az a tipikus moziba járó. Igen, csak a kocsi versenynél kimentél gumicukorért, aztán már nem is mentél. Igen, nem, azt megnéztem, az egy érdekes rész, az jó rész. Mégis csak szekerek voltak. Hát azt megismerem, érted. Csak mitől mentek ilyen gyorsan? A faluba sose zágúdoznak. Igen. 3 évvel ezelőtt hallottál először a Csillagok háborúja. Ilyen is van az anyjuk, nézd már, milyen fényes karddal játszanak azok. Az anyjuk szófordulatot nem használom a békára, de a többi igaz. Nézd, hogy csapkodnak, nézd már, szelektált a sugar a lámpának. Hagyd meg már, nézd. Na mindegy, nem tudjuk, hogy játszak. Egyébként nem is fájdítom a szívem, majd megnézem otthon. Csak azt jó lenne moziban lejátszani, vagy látni, de azt hiszem, az november közepén jön, csak úgy, hogy azt hazaérek addigra. Egy Christopher Nolan filmet azért moziban kell megnézni. Mindenképpen. Ő zseni, és imádom. A Batmanbe is milyen jót rendezett, az Eredetet is ő csinált, ő nagyon jó. És az eredet jó volt. Az Eredet nagyon jó volt. Ő írta a forgatókönyvét is, és ő rendezte azt a Batman-t, amiben a Heath Ledger játsz. Az egyik legjobb Batman szerint. És az almás pitéje. Ezt nem tudom. Rohadjak meg, ma elmegyek moziba, és az összes ilyen filmet végignézem, azért, hogy bosszantsalak. Nem ajánlok rosszat. Ha jót akarsz, szórakozni akarsz, nézd meg a Luc Bessontól a Lucy-t. Könnyed, szeretni fogod, jó. A Luc Besson-tív Lucy nagyon jó. Lucy. Nézd meg a Sráckort, szeretni fogod. Aztán ott van a Bunyó hajnalig. Azt már láttam, az jó. És van egy új Michael Dudikoff film, az is nagyon de jó. De Pierre Donne nem forgat már? Azt megnéznék egy jó Pierre Donne. Egy jó Pierre Donne. Aj, de jó az te. Lucy meg Sráckor. Jó. A Fincherre vidd el a békát. 2,5 óra szemete ki fog folyni, de jó lesz egyébként. Én tudok aludni Luci. Közben. Luci. Az jó. Na jó van. Hívjuk a naphallgatóját már is, ha mondja, hogy Morning Show jövő az ajándékcsomag. És hát igen, kösz, hogy mutatod. Nem, ott ül, nézd Hello. Meg, tárcsázz. Az az én székem. Anna ott van. Az én székem. Azt hittem, azt mutatod, hogy Préccsel. De. Morning Show. Az bizony. Hey, van. Szép jó napot kívánok nektek. Jó reggel. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Hát én csak maradjunk, hogy Totyi vagyok. Totyi. Hello, Totyi, ez valóban megtörtént, nem baj, ha nem egyébként, te vagy a naphallgatója, vagy ez egy vicc, amit elküldtél? Ez tényleg megtörtént. A második pici, mikor született? Sopronba. Nagyon helyes a történet. Ugye azt írtad a szülős témához hozzászólva, hogy állok a szülőszoba előtt, kiszól a doki. Apás szülés lesz, mire én megkérdezem, miért doki maga nem ér rá? Ez tényleg megtörtént. Nagyon jó a humorérzéket, hogy ezt így a második gyerek születésénél még így volt energiát humorizálni. Akkor nem vagy ez a túl izgulós típus, nem? Hát nem igazán izgultam. Nagyon örültünk a másodiknak is, az elsőnek is, és nagyon kedves dokink volt, akinek előre is, utólag is köszönjük ezt a kedvességet. Nagyon le a kalappal előtte. Sokat számít ám, ha jó arc a doki, meg megnyugtalt, kedves, aranyos, igen, sokat számít. Totyikám, te vagy a naphallgatója. Nagyon szépen köszönöm. És vigyázzatok magatokra. Nagyon örülök neki, már régóta próbálkoztam. De helyes vagy. Sok SMS-t küldtél nekünk témákhoz? Hát nem igazán. De most megpróbálom. Ja. Régóta próbálkozott, de csak egyszer.
Igen, régóta próbálkoztam, bár SMS nem hívtam, de nem küldtem, de minden reggel elképzeltem, hogy milyen lenne, jelennék a naphallgatója. Jó van, Totyikám, van egy ajándékcsomagod, és hallgass meg a reklámblokkunkat, és ott is vár még rád egy-két kis csecsebecse, jó? Nagyon szépen köszönöm, és vigyázzatok magatokra. További szép napot mindenkinek. Ja, miért mondod ezt ennyiszer? Tudsz valamit, amit mi nem? Vagy édes vagy. Tart erre egy meteorit? Igen, miért kell ennyire vigyázni? De drága vagy, köszönjük. Aranyos vagy. Te is vigyázz magadra, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia, Totyi. Hello. Szia. Hello, hello. Nem olyan volt más, hogy állam, mint a vigyázzatok magatokra. Mit tudsz? Történt valami? Jól van. Na. Majdnem megkérdeztem a receptet, de nem, mert még csak szerda. Ne, búcsúzkodj. A múlt hét volt a szerdai, akkor búcsúztunk, de most még van kettő nap. Nem tudom, a Csabi Szabija miatt van egy hiányérzetem, hogy itt nincs meg az a Csabi, hello, mi van, futottál, remek zenék. Egész héten Szabim van? Hát ha már elmegy az ember, akkor most ne egy napra menjen. Tudod, milyen az? Hát, hihetetlen. Tud élni. Ez az ember. Biztos, hogy csak két gyereke van? A napja alapján legalább egy óvodás csoportnak kéne lennie, igen. Jól van, Gábor jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ha szeretnétek tőle dalt kérni, jövünk holnap, Gáborunk is lesz, Mr. Puliszka érkezik 8 óra után, úgyhogy vele is találkozhatok, mi pedig 6-kor kezdünk, mint mindig. Szép napot mindenkinek! Sziasztok! Szevasztok. Hello! Ciao, ciao! Ez volt már a Morning Show, egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül.